Na, itten is vagyunk. Legutóbbi alkalom előtt szeretném mondani, hogy mindenki a két alkalom között kapott üzenetet tőlem, és van egy illető, akinek más a feladata, egy imposztor, mondhatni, ha így Among Us-os szakzsargonnal élhetünk, de a farkasos játék az pontosan ugyanerről szól. Nem kell végül is ma megtaláljátok, görgetjük tovább. Neki más a feladata, mint nektek. Annyi információtok van, hogy és nem a karaktereknek, hanem a játékosoknak van ez az információja, hogy egy darab van, se több, se kevesebb. Ha nem követel ma szarvas hibát, akkor lehet, hogy föl se tűnik, és vihetjük tovább több alkalmon keresztül. Az utóbeszélgetésben pedig mindig szavazni fogunk, hogy ki lehetett az, és tét nélkül, ha valaki, ha jól kitaláljátok, akkor játékon kívül kaptok érte valami plusz dolgot, hogyha pedig nem, akkor nem lesz semmi hátulütője, büntetése, maximum sztoriban lehet. Oké, ki szeretné elmesélni, hogy mi történt a legutóbbi alkalommal? Eddig nagyon jó. Arra akkor szeretnélek megkérni. Hát ugye, miután legyőztük a sárkányt, összegyűltünk, hogy kicsit rendbe tegyük magunkat, megpihenjünk, megkajáljunk, akár jobban is megismerjük egymást, és ebben az idilli pillanatban robbant be Asmodeus apó, és hát eléggé felzavarta a kedélyeket, mert olyan dolgokat mondott nekünk, amikről hivatalosan nem kéne tudnia, vagy akár senkinek se kéne tudnia, úgyhogy elég sok kérdést felvetett, meg hogy honnan ismer minket, meg mit akar tőlünk. És mivel már elég későre járt, ezért egy darabig beszélgettünk vele, aztán mindenki elkezdett elszállingózni, a fiúk Gusztávot kivéve ott maradtak Asmodeus apóval, hogy vigyázzanak rá, nem tudom, miért magára robbantja az irodáját. Arra és Sinaraja beszélgetett külön egyet, a Doki és Garó is beszélgettek, meg Graunnal is beszélgettek, szóval igazából mindenki lelkizett mindenkivel, és most ott tartunk, hogy mindenki elment egy hosszú pihenőre. Úgy van, aki nem tette meg, akkor az most nyugodtan tegye meg a hosszú pihenőt, hogyha duplán csináljátok, azzal sincsen semmi probléma. Abba viszont visszanézünk, ugye sokkal gyorsabb a hosszú pihenője a transz miatt Rylának, és a doktornak pedig a varlokkos. Mindjárt eszembe jut, nem Infusion, minek hívják az Infusion az a Invocation. Invocation. Tudtam, hogy I Infusion. betűvel kezd. Az Infusion az máshol van. Nekik hamarabb letelik ez a hosszú pihenő, úgyhogy Rylának volt egyébként egy beszélgetése. Lorával azonosítani is tudta, és meg is kérdezte Ryla, hogy ha találkozni fog Akumával, akkor mit mondjon neki? És Laura nem tudott erre jól válaszolni. Azt mondta neki, hogy csak olyat tudna mondani, ami felzaklatná, nem tudna olyat mondani neki, ami megnyugtatná. És ezt folytatja is Laura, hogy ha kérhetlek, ne mondd el neki, hogy kapcsolatban állunk. Hát Rájla nem nagyon akar belemenni, hogy miért nem, mert nem az ő dolga. Inkább csak bólint, hogy
Oké, vette, de nem ad rá úgy pontos választ, hogy most ezt meg is fogadja, vagy nem. Van-e még hozzá, hogyha továbbra is így társalgásban vagytok? Hát mondjuk azt megkérdezheti, hogy ő, hogy Akuma már akkor ismerte, vagy valami kapcsolata volt a mesterrel, amikor ő is élt még, vagy azután lett Akumának és a mesternek valami közös izéje, hogy ő már meghalt. Nem ismertem a mestert, soha nem találkoztam vele, azt mondja Lora. Aha. Akumát se gondolom, nagyon messziről jöttünk. Nem ide valósiak vagyunk. Jó, akkor most elég ennyi szerintem. Elég ennyi, így es, menjél haza. Hát, hogyha nem akar Laura mondani neki már más valamit. Persze. Igazából, amit a múltkor is elmondott, hogy számíthatsz rá, és hogy segíteni fog, mert felelősséggel, úgy érzi, hogy felelősséggel tartozik irántad. És ahogyan még a transzból már majdnem fölkelnél, de Laura már rég eltűnt. Megint látomást látsz. Nem ott van melletted Laura a szobádban, sőt, te sem ott vagy a szobádban. Egy teljesen másik helyet látsz, amit igazából sötétség borít, és csak magukat, az alakokat ismered fel, a társaidat. Láttál már hasonló látomást, vérbefagyva a doktor, vérbefagyva Garó. De most nem Sinaraja az, aki a véres fegyverekkel áll, hanem Graun. És Sinaraja is halott. A holttestek között ott látod új társaitokat, Gusztávot és Arrát is, és saját magadat is, és a vér, ami a testedből folydogál, fekete színű. És erre ébredsz föl a transzodból, egy ismerős hang. Rájla, jól vagy? Rájla? Mint hogyha Nefritet hallanád, Nefrit bárót. Szegényke még hirtelen felébred, még aludni se tud. Hát, Rájla szerintem nem, egy ideig nem válaszol semmit, mert így kicsit így néz ki a fejéből, mert nagyon diszorientált, szóval azt mondtam, azt se tudja így, hogy hol van, vagy mi van. Aztán meg talán visszaszól, hogy minden rendben, már amennyire. Beszéltél álmodban, aktiváltad a beszélőkövet, az üzenőkövet. Hát ő erről nem tud. Ő elnézést kér, hogyha felébresztette. Nem állt szándékában. Kicsit így egyrészt a megnyugvás miatt, másrészt így a korai ébresztés miatt így ásítozik egyet. Nem, már a papírokkal foglalkoztam, hagyd csak. De tényleg, mi zaklatott fel ennyire, hogy a transzodból az üzenő követ is aktiváltad? Így nagy vonalakban elmondja neki a dokis rész, a többiek magán életét, meg nagyjából, ami történt, azt nem annyira, meg hogy mi történt a szanatóriumban, inkább csak ami a dokival, meg Sárral, meg az ilyenekkel kapcsolatos, amikor el voltak a másik dimenzióban. És a
sárkányról, vagy hogy hol vannak jelenleg, Hát nem. azt nem. De hogy kerültetek oda, vagy egyáltalán, úristen, és a szemedről is beszélsz neki, hogy ez fizikailag is megnyilvánult nálad? Nem. Nem. Azt majd látja élőben. Meg azt még Rejle se szerintem nagyon látta, hát mikor elmentek aludni, elég kótyagos volt. Meg a is eléggé ki volt, szerintem most nem nézegette magát annyira a tükörben. Lehet, hogy azt hitte, hogy csak fáradt, és azért meg piros hát, a szeme. Meg hát lehet, hogy nagyon nem is nézett tükörbe, hanem ment aludni, és kész. Szerintem neki még nem nincs meg annyira, hogy mi történt. Meg okay. Már előtte is volt ilyen, hogy fekete lett a szeme, vagy feketébb lett a szeme, utána ő visszaállt. Csak most nem. Csak most nem. Nefrit az aggódva mondja, hogy gyere hozzám, amint csak tudsz, indulj, várlak, itt vagyok a birtokon, akár többed magaddal, egyedül el ne indulj, valaki jöjjön veled, győzd meg valamelyik bajnokot. Hát most nem lehet. Most benne vannak valami nagyon nagy, és nagyon fontos, és kihagyom, hogy veszélyes, azt nem mondjuk, de nagyon fontos dolog van, ami a bajnokoknak meg kell oldani, ezért segítenie kell neki, sajnos most nem tud menni. Nem tudja mennyi ideig, lehet, hogy csak pár nap, ki tudja. De próbál magára vigyázni. Meg most már a doki is vigyáz rá. Jó. Remélem, hogy tényleg ez egy pozitív kapcsolat lesz köztetek, és megoldódik ez a feszélyezett helyzet. Bármi van, az üzenőkővel elérsz, és vigyázz magadra nagyon. Szeretlek. Rejle megköszöni, ő is visszamondja, hogy szereti, és még egyszer bocsánatot kér, hogy nem akarta felzaklatni, majd ha kicsit lecsillapodnak a kedélyek, akkor megbeszélik a dolgokat. Elbúcsúzik ő is, és hallott... Szegény még ilyen tök kótyagos, azt se tudja, hogy hol van, mi van. Nefriten is. Igazából hallott, hogy még álmoskás a hangja, de nem fog már valószínűleg visszafeküdni. A másik illető, akinek ilyen rövid alvós rövid a hosszú pihenője, vagy hogy mondjam, az a doktor. Te mivel foglalatoskodol, ameddig őrzöd a többiek álmát? Garó és Graun még alszanak. Néha-néha benyitok az apóra, hogy még újság vele. Elnézek. De egyébként Vesszis két levelet ír meg a doktor közben, keres hozzá papírt. Az egyiket jó mélyen elrejti a köpenye zsebébe, a másikat az pedig megcímezi Sirálynak. Erre találsz minden gond nélkül megfelelő papírt és íróeszközt. Alá is tudod jegyezni. Azért dobj egy investigációt, csak azért, hogy rendes pecsétviaszt is találsz-e, vagy csak sima viaszt, ami nem erre való tapasztalat. Hát sajnos csak a sima gyertyáknak tudod a viaszát használni erre. Nem marad meg úgy rajta, és hagyod végül a fenébe. Valahogy egyben tudod tartani a levelet, de nem a viasz fogja, tehát nincsen lepecsételve. Valami más módszerhez kell folyamodj a lezárásához. Egy moccaggal. Tökéletes. Nyállal. régi pergament szerint feltekertem. És összekötöttem egy moccaggal. Oké.
hogyha nézegetsz be az apóhoz, akkor egyszer csak látod, és a szőnyeg is éppen akkor, mintha indult volna kifele az ajtó felé, felétek. Megrémül a szőnyeg attól, hogy közeledsz felé, majd egyből mutogat az apóra, aki remeg, rázkódik, verejtékben úszik, hogyha közelebbről megvizsgálod. Nagyon rossz állapotban van az apó, de remeg, a láz rázza, nagyon forró a teste. Hát, megnézném elsősorban, hogy ezt a gyógyszerek hiánya okozza, vagy nem, ezt megpróbálnám kideríteni, és utána megpróbálnak keresni valami gyógyszert itt így az irodába rá. Hát, ha találok valamit neki. Medicine check-et azt dobjál. Oké. Tizenhárom. Hallottál már arról, hogy ha sokáig egy szert használnak, akkor az hiányozni fog a szervezetből. Így teljesen az még nem köztudott, hogy rá lehet szokni ezekre. Inkább a drogokkal azoknak van ilyen függőség, kialakulás, de hogy gyógyszerektől ilyen előfordulhat, azért összerakott, hogy nem volt jó ötlet, hogy ilyen hamar le akartátok szoktatni róla, hanem valamivel azt a szervezetnek szüksége van rá. Nem tudod megmondani, hogy így kibírja enélküle, és hogy ugyanazt kéne beadnod neki, csak kisebb dózisban? Talán ez az, ami eszedbe juthat. Igen, pont erre gondoltam én is, hogy megkeresem, hogy miket szedett. Gondolom, itt van az irodában, az is eltárolva a papíroknál, és azt beszerezni, és kisebb dózisba odaadni neki. Uh-huh. Még egy investigációt is szeretnék kérni, hogy itt akkor most másra keresel. És gondolom nagyon így... 18. Hát teljesen jól. Tehát a mester az így felcímkézte, hogy Asmodeus apónak szinte, így egyből tudod, hogy aha, akkor ezek azok, amiket ő kapott. Nem tudod, hogy milyen mennyiségben, de próbálsz belőle egy olyan adagot kimérni, amivel nem károsítod, de a szervezetének megnyugvást adsz átmenetileg. Erre az ajongásra, vagy hát a csörömpörélésre, ahogy ott főzőcskézel, meg stb. Felébred Graun és Garó is. Annyira nincs már éjszaka, hogy azért hajnalodik már, úgy jön fel az első sugarai a napnak, úgyhogy a hosszú pihenőnek az előnyeit azt megkapjátok. Mi az a Richard? És miért meg? Mi történt szarvas barátunkkal? Nincsen magánál, csak azt látod, hogy reszket és verejtékben úszik. Doki, te mit csináltál vele, amíg aludtunk? Mármint ez nem ilyen volt. Most is eltudok a hangoskodásért. Én nem csináltam vele semmit, éppen segíteni akarok rajta. Úgy néz ki, hogy a szervezete megszokta a szert, amit szed. Aztán... Talán, ha adunk be neki valamennyit belőle, próbálok kisebb adagot beadni, mint amit eddig szedett. Hogy ne legyen baja, de... Elő kell állítani a gyógyszert. És helyette alkoholt adunk, és arra átszokik, vagy nem tudom? Ez nem így működik. Elég hosszú ideje vagyok az orvostársban én is már, hogy ezt tudjam, hogy ez nem így működik. De próbáltad? Nem. De... Mint mondtam, szüksége van a szervezetének ezekre az anyagokra. Az alkoholban biztos, hogy nincsen meg ez. Hát jobb anyag van benne. Mármint maga az... Na mindegy. Menj vissza inkább aludni. Garó csak így
dörzsölgeti a szemét, és így a füleit is próbálja helyre igazítani, hogy mi a helyzet. Mi történt? Kell neki a kávé. Igen. Nem. Most nincsen sinaraja. Nem. Ne! Ne hagyjatok neki kávét! A Doki megpróbál keverni valami kis élinkítőt Garónak mellette így, amit oda tud adni neki. Nem kávét. Csak egy kis élinkítőt. Az Alchemy Supply-odat használd annak, ha minden igaz, Intelligence plusz Proficiency-t kéne adnia hozzá a dobáshoz. Megjelent itt, igen. 17. A középkori energia italnak egy változatát sikerül kikeverned. Taurint és Taurus, Minotaurus gecit ugyan nem tartalmaz, de ezt kisipoljuk. Akkor tartalmazhat. Nem tartalmaz, nyugi. Lotel a tejéből, mármint semmi. Nem tartalmaz ilyeneket. Egy-két serkentő anyagot tartalmaz, ami serkenti az agyműködését. Ennyi. Ú, egyet adjál már nekem is. és csak az agyműködés serkenti. Igen. Gyerünk, neked nem kell. Te már egy is százon pöröksz. Pedig biztos, hogy jót tett volna. De igen. Most dolgoznak. A Garó így fölül elkezdi iszogatni, és így, ahogy iszó, úgy megy fölfele a füle. A lekonyult füle. Igen. Oké. De még nem tudta felfogni, hogy... Hát valami hasonló, tutti-frutti íze van, mint amit megszoktál az ilyen italoktól. Vagy hát te nem, de hogy a Gellért megszokta. És akkor a kedvenc ízét csinálta meg. Van a Duracell, meg van a Garocell. De! A doktor pedig akkor elkezdi kezelni az apót, aki hamarosan pár ilyen, nem tudom, ilyen fél órán belül reagál a szerekre, és lejjebb viszi a lázát. De nem ébredt föl, nincsen magánál, nyugodtabban alszik tőle. A szőnyeg az meg így megrázza a kezedet, köszönet gyanánt, hogy köszönöm szépen. Most már jó barátok vagyunk, és így megkoskolom a hátát. Vagy és amit annak tartasz. Igen, a szőnyegnek. És véletlenül a segét paskolnád meg. Hát vagy még jobb. Hát akkor Garóval együtt. És szőnyeg. Na, akkor a többiek úgy, mikor keltek, mit szeretnétek csinálni reggel, Sinaraja? Te egyedül aludtál Garó nélkül, és hát, ja, rég volt olyan, hogy egyedül aludtál volna. Hát, nem horkolt mellette senki. Hát, amúgy se volt valami nyugodt, hogy egy ilyen nagyon pihentető alvás lett volna, de igazából tudta, hogy itt van a közelben Garó, szóval a hely az így is, úgy is para lett volna. De föl kell, és rögtön elindul a többiekhez, mert nem akar egyedül kószálni ebben az épületben. Akkor te először fölkeresed rögtön az Modeus apó, vagy korábban a mesternek az irodáját, mert ott tudod, hogy ott vannak a legtöbben. Igen, a dorongyaloknak, hogy lehet. Esetleg a... Sinaraja nem akar egyedül kóborolni, ezért elindul egyedül kóborolni. De azt se tudja, hogy arra hol van, vagy Rájla hol van, semmit nem tud. Inkább az egyetlen helyen, amit ismer. Hát oda, egy, bum! Egy survival check-et, hogy oda találsz-e. Soha nem fogjuk megtalálni. Hát nézzük már meg. Kösz. Örökre elnyerte a... mármint semmi.
De... Várjál! Viszont, ez erre izém van. Milyen elém van rá? Előnyöm. Miért? Előnyöm van. Mert a izé miatt, nem? Várjál, mindjárt megnézem, mert Foundry-n nem látom, csak Beyond-on van mellette. Igen, de az miből jön? Mert ugye ezek várjál. Az advantage-ek. Megvan, hogy milyen helyzetekben. Ugye Gusztáv, nálad például megvan, hogy ha az ellenfeled olyan lény, ami, akkor tudod például ezt előnyből mindjárt dobni. Mindjárt nézem. Csak azt meg izén kell. Bejondon tudom csak megnézni. Ja nem, stealth-re van. Akkor elveszek, mint a szar. Nem, hát ez egy teljesen korrekt dolog, így el nem hármas? Veszel, de úgy nem nagyon el tudod nem kiismerni veszel, magadat vagy. A helyen, visszatalálsz a szobádhoz, és így várod a többieket, hogy így valaki mentsen meg. Hát akkor csak reménykedek abba, hogy arra eljön, arra vagy Ryla. Tehát nem bízok, mert garóig biztos, hogy nem fognak erre eljönni. Arra merre megy? Arra merre? Igen. Arra erre. Arra eljön erre. A Peti, a Krisz kérdezi, hogy hogyan susmorogjon neked. Foundry-n? Hát tudsz, Messengeren is írhatsz, és figyelem, hogyha szólj, hogy susmorogni akarsz, akkor susmorog. Akkor légy, figyelj egy picit a Messenger és... Oké, okay, fogok figyelni. Oda, és közben arra, akkor te merre fele mész, arra. Hát arra direkt egymás melletti szobákat adott ki a többieknek, úgyhogy szerintem, ha most nem legalább egy folyosón van a három csaj, úgyhogy annyit elsinálja, hogyha le meg arra kijönnek a szobájukból, akkor összefutnak. Á, akkor csak várnom kell. Mert jól igazából van. Arra is csak 4 órát meditál, úgyhogy... Akkor meghallja, hogy elindultál valamelyről, meg zajomsz a folyosón, akkor ki is lép a szobájából megnézni, hogy mi történt. Vandálkodok ott. Mielőtt akkor Sinaraja észre veszed, hogy amikor visszatértél, akkor több időd van így megnézni a szobát, és megtalálod az éjjeli szekrényen azt a zsebkendőt, amit Gusztávnak adtál, hogy itassa fel vele a vérét. Teljesen tiszta, és ki van mosva, és friss, mint a mindenféle, és úgy kaptad vissza. Wow! Hát akkor elteszem. Meglepődök rajta. Wow! Most azért elgondolkozok, hogy azon is, hogy most ezt este rakta ide, és reggel nem vettem észre, vagy most, amíg nem voltam itt. Akár az is lehet. És reménykedek abban, hogy akkor, amikor nem voltam itt. Ezt lehet, hogy sosem tudjuk meg. Csak nem mosom be a szobába. Hát de ott van a zsebkendő, nem ott van? És akkor ezeket követően találkoztok akkor össze. Pillanat. Verekednek a macskák, szóra. Sinaraja tényleg elveszett, soha többé nem látjuk. Jaj. Igen. Nem, hogyha már arra kijött akkor, mikor ottan vandálkodtam a folyosón. Akkor köszönök neki, hogy jó reggelt, meg... Hello. Segítettek valamiben? Hát én a többieket akartam megkeresni, de... Szerintem akkor szedjük össze Rylát is, és együtt menjünk vissza a mesterhez. Gondolom, talán már a fiúk is felébredtek. Szegény Ryla meg ül ott a szobájába, és végre látja, hogy az egyik szeme az fekete lett. És csak mint egy tieflingnek, és így nézd, hogy ezzel most mi az Isten csinálja, mert azért a szemek környékén azt mondjuk el tudta tüntetni sminkkel azokat a fekete ízéket. De az, hogy az egyik szeme fekete, szóval szegényke így felöltözik szépen, és így magára húzza a köpenyét, és próbálja takarni az arcát a köpenyével.
és ő is kilép arra, hogy hallja a lányokat beszélgetni, és csak jó reggelt. Jó reggelt. Valami történt az este? Hogy így öltöztél be? Rosszul aludtam. Elég mozgalmas, és érzelmes volt az elmúlt nap. Eljöttem, és a karikás szemeidet nem mered felvállalni. Megértem, nekem is vannak ilyen reggeleim. Nem hoztam magammal a... most üdénkeltem. Igen, nem hoztam magammal a megfelelő szemkörnyékápolómat, szóval most nem tudok valamit csinálni. Peti, hát majd nézlem, hogy úgy hallottam, hogy az udvarban található csiganyán csodákra képes, de egy kis, nem tudom, lócitrommal is vetenhetjük. Vannak ilyen praktikák. Én inkább maradok az importált krémeimnél, ha nem baj. Kihagynám a lócitromot. Nem is értem. Valahogy a porítót, nem tudom, hogy hívják ezt, pillangószárny az szimpatikusabb. Hát a lócitromnál biztos. Annak olyan túl erős a bukéja, az nem olyan jó az arcomon. Fel is kelsz egy pillanat alatt. De a többiek is a közelemben. Legalább van helyed az asztalnál. Vagy lenne helyed az asztalnál. Hát, szerintem nem, ne indítsuk lócitrommal a napot. Bár ki tudja a fiúk, mit csináltak. Meg amúgy miért vannak bent lovak a szanatóriumban? Van itt valami lóterápia, vagy mi? Nem, de vannak gazdag befektetőink és támogatóink, akik nem bírnak ki egy napot se szeretett póniuk nélkül. Áh. Hát. Hát kinek a kutya, meg a macska, valakinek a ló. Legalább nem valami szörnyet hoztak. Most, hogyha itt valaki hozott volna egy beholdert, mint házi állat. Akkor már nem lennének lovak. Gusztáv, te közben mivel foglalatoskodol, ameddig a lányok fölkelnek? Az éjszaka folyamán sikerült összeszedned a cuccaidat, felmarkolni egy kis zsét. Persze, egy kicsit. Most csak max hangot ajánlottam. Gusztáv az már elhagyta a szobáját, és hát ő mivel ott lakó, ezért ő kitalált a kertbe. És nem tudom, ha igazából bárki látja, vagy bárki nem, ami fejem van fásli, azt elhúzta mindkét szemére, de alatta is csukott szemmel igazából, szinte meditatív állapotban edz kint a kertben. Tehát a kamáját forgatva igazából gyakorol, és próbál átlényegülni. Milyen... Jó, ezt látják igazából, akik arra vannak. Meg is lepődnek, hogyha olyanok érkeznek, hogy miért van fegyver nálad. Igazából már elkezd így, feljönnek a nap első sugarai, és már reggeledik, és jönnek a reggeles műszakba az emberek. Aki megállít, először szól hozzád, azt már is megmondom. Melyen megállítani? Ezüst hang Kaelin érkezik hozzád. Remélem az egyik szexi csajt kapja. Nem, ő a félszerzett orvos. Ismered. Ha nem tudom, hogy mennyire vagy benne biztos, de hogy ő a fizikai orvoslással foglalkozik. Kis alacsony férfi. Mi volt a neve? Bocsánat. Ezüst hang Kaelin. Akkor tudom, köszönöm.
és megállít, hogy... Gusztáv? Gusztáv, te vagy az? Gusztáv? Mit keresnek nálad ezek a... Jézusom, ez éles? Gusztáv azonnal megáll, a kamáit igazából belógatja a nyakába, felhúzza az egyik szeméről a fáslit, és igazából teljesen nyugodt hangon válaszol neki, hogy most már visszataláltak hozzám a fegyvereim, és most már úgy érzem, hogy az elmém is a helyén van. Úgyhogy most már nincs szükségem arra, hogy itt legyek tovább. De erről egyeztetett Kasztia kisasszonnyal? Vagy Zermír uram megvizsgálta önt? Így néz föl rád, kb. Így a páncélod aljáig, vagy így a hasad közepéig ér. Az gond. Gusztáv féltérdre ereszkedik, hogy szemtől szembe legyen vele. Így a vállára teszi a kezét, ilyen egészen kivételesen finom mozdulatokkal, de azért vigyázz, hogy a kamája nyakába azért ne vágja a fejbe. És mondja, tőled, hogy... Látod rajta, hogy így ezt így nem szokta meg tőled? Nem is csodálom. És nyugodtan, tehát hogy kivételesen tényleg még nem is hidegség, hanem szinte azt mondom, hogy egy félig meddig melegség van a hangjában, hogy a... Épp azt mondjam neki. Azt mondja neki, hogy most már mindent összeraktam magamban, a fejemben, és most már nincs szükségem arra, hogy mások döntsenek a sorsom fölött, úgyhogy eldöntöttem, hogy mit akarok. Hát ez igazán kellemetes, így megpaskolja a kezedet a vállán, és ott is hagyja a kezét, megfogja a kezedet, hogyha hagyod neki, és akkor hagyja. Jó lenne, hogyha ezt véglegesítenénk, és egy záró jelentést azt írnánk róla, ugye? Akkor gyere, menjünk be, és így átveszi a feje fölött a kezét, és elkezd bevezetni a szanatóriumba. Teljesen nyugodtan követi, annyi, hogy a kamályt a nyakából azért elrakja az oldalája, hogy ne legyen annyira feltűnő, hogy ne okozzon riadalmat a fél körletbe. Rendben, ezt gond nélkül meg tudod tenni. Nagyjából egyszerre értek oda a mester irodájához, Arrával, Rájlával és Sinarajával. Bent még a fiúk továbbra is bent vannak, nem tudom, hogy nem jöttek még ki. A lányokkal akkor ti most látjátok először ezt a bongyori hajú, borostás, kis alacsony félszerzetet hobbitot, akit Gusztávval jön, és az irodához érkezik. Távolról köszön. Arra főnővér! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Kaylin! Hogy Gusztávval együtt? Hát zárójelentést kéne írni neki, azt mondja, hogy most már összeálltak a fejében a dolgok, így próbál egy kicsit jelezni, egy inside check-et kérek Arrától. Szerintem ez bárkinek gyanús lenne. Igen. Hogy... Hát anyja mindenit. Teljesen jól leveszett, hogy ő szeretné kikérni azért másnak a szakvéleményét is. Neki nem ez a területe, nem ebben otthonos, és úgy gondolja, hogy igazából azt, hogy mit gondol, azt nem tudod megmondani egy inside checkből, de hogy nem záró jelentésért jöttek, az biztos.
Történtek dolgok az elmúlt pár napban, úgyhogy Gusztávval majd én foglalkozom. Az lesz a legjobb mindenkinek, hogyha nem pocsékolod rá az idődet, foglalkozz a saját betegeiddel. Értem, köszönöm szépen arra, nővér. Akkor én megyek is, felveszem a műszakomat. További szép napot kívánok, Gusztáv. Hölgyeim, meghajol és elsiet a folyosón. Láthatja arra Gusztávnál a fegyvereket? Hova tetted el, Gusztáv? Annyi, hogy miközben elmegy a... hogy kell kiejteni a nevét? Kaelin. Kaelin? Vagy szóval ez Kaelin, annyi, doktor? Hogy... tehát, hogy nem integet neki, csak így int egyet felé, amikor elmegy. Igazából az oldalája fellógatta, tehát, hogy ha egyből jár nézel, akkor nem látod, de hogyha mondjuk kicsit oldalja fordul, akkor egy kilibbennek oldalja. Figyeled kifejezetten? Arra. Hát azért persze végig mérem, mert az én felelősségem, hogy most szabadon mászkál. Passzív észlelésed is egész magas ahhoz, hogy hát azért eszedbe jut a tegnap esti beszélgetésetek, hogy te nem adtad engedélyedet, nem adtad áldásodat rá, hogy azokat visszaszerezze. Látom, megtaláltad a fegyverraktát. Nem kellett nagyon keresnem, már feltérképeztem szinte az egész kerület, az egész helyet. Arra szeretné meggyőzni Gusztávot, vagy nem meggyőzni, hanem hogy meg akar bizonyosodni arról, hogy Gusztáv nem akar bajt. Hú, harcolhatunk is. Tehát, hogy nem azért szerezte meg a fegyvereket, hogy akkor itt most mindenkit lekaszaboljon, aztán felgyújtsa a szanatóriumot, és ünnepélyesen elvonuljon a távolban. Ez egy nem rossz ötlet. Ennek hangot ad, vagy próbálja insightból megvizsgálni, vagy mire hát gondolsz? Hát insightból igen, hogy a gesztusait figyeli, hogy nyúl-e a fegyveréért, vagy agresszívan viselkedik-e. Akkor egy sima insightot, sőt előnyből, mert gondolom nem csinál ilyeneket, Gusztáv. Még néhány insight. 26. Én akkor Gusztáv mit lát rajtad arra? Mindent. Hát gyakorlatilag a boxerem színét is. Az nem insight check. Tehát nagyjából a hangulatomat kell leírni neki most? Vagy hogy így a testbeszédet, amit felkedés. Hát a testbeszédet, igen. Akkor szerintem annyit lát, hogy eddig a testbeszédem mindenképpen egy kicsit ilyen agresszív volt, most annyit lehet látni, hogy a légzésem is lassabb, a mozdulataim is, mintha egy kicsit ilyen lassabbak lennének, meg most nem cikázik ide-oda a szemem, mint mindig szokott, hanem igazából szép lassan, kiméleten, hát nem kiméleten, de olyan, tehát nem úgy nézek ki, mint aki bármely pillanatban kész harcolni. Úgy látom, jót tesznek neked, hogy nálad vannak, úgyhogy akkor egyelőre maradhat, amíg jól viselkedsz. És nem kell olyan gyógyszereket adagolni neked, mint az Asmodeusnak. Nem, mintha beszedtem volna. Ezt magába gondolja. Nem, mintha nem a kloákádon egy dugnánk föl. Amíg alszol. Akkor értem az álmaimat. De várj, a kloákában a feldugás az nem erőszaknak számít neki, az nem a szexuális akármilyen? A szanatóriumban semmi se számít erőszaknak. Hát, láttad a lovakat? Ők sem mennek aludni. Oké, akkor több sinaraja, Rájla, erre a jelenetre így bármi. Sinaréma megselepődik. Úgy. Megy, sodródik az árra. Rájt csak köszön Gusztávnak. Meg. Zsebkendő. Szia Gusztáv! Szia Gusztáv! Atya mindenki!
Jó reggelt kívánok! Igazából Gusztáv csak végigmegy a mindenkit, és egy szolidan bódint egyet. Gusztáv is simogatja a fegyvereit, mint a főbossz a macskákat. Nem. Akkor bekopogtok, vagy bementek kopogtatás nélkül? Én benyitok! Benyitsz. Kopogtatás nélkül benyitsz, fiúk, ti bent vagytok. Húzom a gatyámat. Igen, remélem mindenki alszol gatyámon. Én gondoltam, hogy egyből rátok támadnak, de akkor nem. Tehát a többiek mivel foglalatoskodnak, amikor megérkezik ez a csapat? Az egyik boxerben, a másik éppen itatja az apót. Én húzom a gatyámat fölfele, és így nagyon furcsán nézzük rájuk. Én meg nagyon gyanúsan nézek Garóra, és utána elnézek a Dokira, aztán Gravurra, és azon gondolkozok, hogy ezek mit csinálhattak hármasban este? Hát Garó éppen húzza a gatyáját, és ki van esve az Asmodeus apu? Legalább gyűjtötték, amíg ők csinálták a fiús dolgaikat. Graunas csak fekszik és iszik, mert hát látja, hogy a többiek azok úgy tök jól el vannak nélkül, ezért hát mit csinálnak? Iszik. Reggel? Hát persze. És honnan van piája? Hát, neki bárhonnan. Nálam van. Gondolom. Tegnap estéről. Igen. Jaj, elásta a kertben, mint a kutya a maradék csontot. Reggel megkiássa. Szerintem Graunas csak van a táskájában. Úgy lehet. De abba se pér el a kád mennyi, ha minden reggel iszik. Az a emlék, hogy úgy fejezte be a napot, hogy ivott egyet. Sört ölelgetve aludt el, az megvan. És ez a szuper képesség, hogy úgy tud aludni egy korsó sörre, hogy nem lötyök ki, ahogy forgolódik. Nincs is van, mintha eggel a test meleg sör. Jó, és aztán Garó lenyalja róla. Nem, ő csak veszi fel a gatyáját. Jó reggelt kívánok! De hogyan került le a gatyája? Még sinárája mellett se alszik gatya nélkül! Beveszi a fiúkkal! És amúgy a nyusziknak külön lyuk van a nadrágjukon, hogy kiférjen a farkuk? Vagy az oda beszorul a popfiúkhoz? És eljön, ahogy mondtam, egyek föl. És elől is, hátul is van egy gomb. De várjál, de akkor tudnak viszont... Hogy részegen fordítva venni fel, milyen az el? De akkor tudnak sinarajával nadrágot cserélni, mert mindkettőknek van ilyen kis lyuk rajta, mert sinarajának is van farka. Tök jó. Igen, és az övén sokkal nagyobb szóval. Várj, de melyik? Ez ilyen multifunkcionális nadrág, ez saját fejlesztés. Nem tudom, dobjál egy futanari csekket. Hú, majd én dobok. A híres garocel, a puskapor és a bárhogy fölvehető nadrág feltalálója. Az unisex nadrág. A részegek legjobb barátja, vagy a másnaposoké. Utána, hogy ez a animal handling lesz, ugye? A kígyobb vívelés. Ne! Jól van, reggel összetalálkoztok, és ez fogad titeket. Az apu az leszedálva, ott itatja valamivel a doktor. Tehát ez neked arra lehet, hogy... Hogy nem tetszik. Nem mondtam semmit. Garó meg éppen öltözködik, sinaraja, ez meg neked, hogy lehet, hogy nem, hogy... Graun meg megint iszik, Ryla, ez meg neked, hogy lehet, hogy... Gusztáv, te helyben vagy. Gusztáv meg a szavárkodik a kárpittal. Igen, szerintem én egészen jó helyen vagyok ebben a csapatban. Graun úrfi, legalább a reggelit várja már meg. Unatkoztam, mit kellett volna fennem? Nem tudom. Beszélgessen a többiekkel. Igyon egy kávét inkább. Kávé? Kávé? Na, de hát abban nincs alkohol. Legalább reggel ízen előtt, és utána igyon. Közben nem jó. Kávéban, nem magában. A kávéban tegye az a piát, mert akkor legalább mások nem látják, hogy alkoholista. Ja, mondjuk a kávé rummal nem is hangzik rosszul. De akkor meg már minek pocsékoljuk a kávét. Igaz. De legalább nem látják, hogy alkoholista, ugye olyan szofisztikáltabb.
De a sör folyékony kenyér? Ez az. Nem tudom, van-e jégerhez emlékeztető ital ebbe a világba? Bármelyik gyógynövényes gyógyszer szerintem jégerre emlékeztet, ha eleget erjed. Akkor vannak ezek a gyógynövénypárlatok, mostantól akkor ilyet fogok inni reggelente, mert az úgy néz ki, mint a kávé. Igen, tök, ők mérnek hívják, te pedig reggel italnak. De jó, tesz a toroknak. De akkor legalább csészéből fogja inni Crown Orphy, mint hogy tényleg kávé lenne? Természetesen. Rendben, Crown Orphy. Éli fejes csészéből. Rájla egy rendben, Crown Orphy, megpacsolja. Jól van. Ezt bakker megcsinálom majd szombaton. Hogy van? Ezt megcsináljuk. Mindig kell rájönni. Arra odalép a doktor mellé, és ráteszi a kezét Asmodeus apónak a homlokára, hogy megnézze, hogy milyen állapotban van. És én nem még. Hát például, és közben a doktorhoz fordul, hogy mi történt vele. A szedik kapott gyógyszerek hiánya sajnos rossz reakciót váltott ki a szervezetéből, így reggel gyorsan eszadottam neki egy kisebb adagot, ami kevesebb, mint amennyit szedett, nagyon valószínűséggel, és nem lesz tőle baja. Szép lassan csökkenteni kell az adagjait innentől, úgy néz ki, hogy a szervezete ne adja be a teljes kulcsot, mielőtt meggyógyulna. Arra tud erről valamit? Mármint, hogy erről egy medicine checket, akkor egy medicine checket dobjál, arra is, hogy a homlokát nézed, meg erre a módszerre akkor lehet is. Előny? Ja nem, mert mondjuk a homlokából nem tudom megmondani. Hát... nem látod, hogy lázas lenne. Békésen alszik, ezt veszed észre a homlokából. Erről magáról, erről a... Hogy rá lehet szokni gyógyszerekre. Sassárától már lehet, hogy hallottál róla. Igen. De hogy ez mennyire maradt meg benned, vagy mennyire fogadod el, nem egy elfogadott gyakorlat. Ő ezzel szokott dobálózni, mint hogy ő okosabb, mint a többiek, úgyhogy ő ezt tudja, és fogadjátok el, kb. Jaj, értem, szóval Isten ellen szemben van. Ő egy nagyon rideg, távolságtartó illető. Úgy sexy. Ismerted meg. Nem szexi. Amíg nem lesz rosszabbul, mint ahogy most van, addig bízom benned, és csinálhatod, amit jónak érzel. De minden reggel szeretnék én is ránézni, hogy van. Esetleg. Persze. Én gondoltam arra is, hogy átadom neked ezt a feladatot, mert végülis te vagy az itt az otthoni terepen. Én külvárosi doktor vagyok itt, szóval nem fogok ilyenekkel foglalkozni, hogyha már megvan az, hogy ki foglalkozik vele. Így hogy eddig a mester foglalkozott vele, úgyhogy lehet, hogy a beosztás nem volt túl szerencsés. Most a doki udvariasan elmondta, hogy én csak a vidéki general practitioner vagyok, én nem értem. Én felírom a gyógyszert a Marci néninek, jó? Én nem értem hozzá. Nem, nekem az jött ki a szavaiból, hogy én vagyok a menő orvos, ilyen hülyeségekkel nem foglalkozom, mint hogy valaki lesz oktatása, azért tegyem meg az ilyen sorloknak. Nem, Doki ezzel csak annyit akart jelezni, hogy ő nem fog itt beleszólni a te dolgodba. Ez nem az ő területe. Ő neki máshol van a saját területe, orvosok közt felosztva. Hogy ki melyik városban hogy rendelkezik, az már más. Mert mások ugye már a gyógyászati módok mindenhol. Szóval erre nem kap fizetést, ezért nem avatkozik bele. Igen. Ezért nem jelent. Tehát, hogy... Itt így... Sinaraja azt mondta, hogy megbízik a képességeidben, és jelenleg szerintem közös érdekünk, hogy a mester, vagy hogy a Asmodeus jobban legyen, úgyhogy te jelenleg többet tudsz érte tenni, mint én. De hogyha leszakad valamelyik testrésze, rögtön szólj, és visszarakom. Na, oké, akkor tovább folytatom a kezelését. Akkor én addig oda a szkútolok.
Te várjál, felhúztad a cikádat azóta? És jól. Közben felhúztam, igen. És kibudjant a nyuszi farkat hátul? A végén így. Előadásom, hogy egyszer... Megkérdezem tőle, hogy hogy aludt. Egy átmaradt a tészak után egyszer el fogasz tűnni. A nyuszi farok? Jó, hangusztik. Lebolt válják. Na, vagy mit van? Jaj. Hát, így ránéz Garóra, és hogy... Mit akartam mondani? Pedig be akartam szólni. Azt hittem a karakter mondja ezt. Hogy a nyuszi farkára, szereti! Látod, hogy állnak a fülei, biztos, hogy ivott kávét. És még a fülei is állnak. Nem, azt most úgy nem figyeli. Amúgy. Hát csak annyit most, hogy amúgy egészen jól aludt a helyzethez képest. Csak reggel nem talált ide egyedül. Miért nem szóltál még? Van nálam egy lőporos hordó. Hoztunk volna egy csikot. Csak meg kellett volna gyújtanod és ide találsz. Szerintem nem örültek volna nekünk arráig. Azért nem mindenki nevében mondja ezt. Jó, van, na. Ugyan már egy kis lőpor senkinek fel. Akkor egyedül csak Gusztáv örült volna ilyennek. Úgy, ne aggódj, egy kis lőpor még senkinek sem ártott meg. Na, sok lőpor, arra ne beszéljünk. Milyen bölcs vagy, ittál valamit? Igen, képzeld el valami új főzetet csinált a doki. Olyan, mint a kávé, de mégse. Na, hát erre, ha remélem a doki otthon a szobában, de tekintettel meggyilkolta a dokit, sinaraja. A te lelkeden száradsz, és erre csak ennyit mond. Szerintem majd szabadalmaztatni kéne. Nyugi, nem lesz tőle baja, ez nem olyan, mint a kávé, nem olyan erős. Ez hamarabb kimegy a szervezetből, csak segíts neki felkelni. És így azt látjátok, hogy a füle elkezd lankadni róla. Szerintem ez az egyik. Lehet csak Viagra volt benne. Fül Viagra. Szabadalmaztatjuk. Iza, hogyha ezt csinálod a kettő kiálló test részével, vajon mit csinálod, hogy csak egyel? Hát nyúlból van a nyulak, azok jól drágám. Bírják. Vagy a... Vagy tudod így... A nyulak nem jól bírják, csak a... Igen, a nyulak nem jól, hanem sokszor, ezt jól mondta Gusztáv. A nem malacok azok, akik nem hosszan... Na mindegy, akkor Gusztáv, te meg így megérkezel és elfogad téged. Megjöttek a csajok, hirtelen mindenki problémázik. Őszintén el mit lehet mondani? Semmit. Állsz ott, mint Riviai Geralt, és azt mondod, hogy Hát legalább ennyi volt. Oké, az apó az viszont a kezelésnek hatására így kezd így kb. Így magához térni, így nyitogatja a szemét. A másik ugye az be van pecselve, de hogy a szemét így nyitogatja, így felnéz. Kik maguk? Hol vagyok? Te Doki, mi a fasz műveltél? A pokolban. Nem csak a szanatóriumban. Szerintem most az eredeti személlyel beszélünk, nem a magát Azmadeusz apónak hívó illetékessel, hanem mi is volt a neve arra nővér? Ozreusz Lokiel. Ozreusszal beszélünk szerintem most. Legyen Ozi.
Hát láttam, Ozreusz, igaz? Itosios Born! Ne vegyünk a nevét hozzá. Jól mondja, Ozreusz vagyok, és valahonnan rémlik. Hölgyem, minthogyha már találkoztunk volna, nem vagyok benne teljesen biztos. Arrára néz közben. Jó, felismerte, hogy lány. Nem volt maga fiatal? Igen, találkoztunk már. Viszont akkor sokkal rosszabb állapotban volt, úgyhogy örülök, hogy ilyen tiszta elmével is találkozhatunk. És mondják, ez a szanatórium, és így körülnéz a szobában. Igen. Nem emlékszem, mi történt. Az egy nagyon hosszú történet, meg szerencse, hogy fekszik. Vagy ül. Én röviden is el tudom mondani, de lehet, hogy a sok hiányosság miatt nem fogod érteni, hogy mi történt. Kiszúrja a szőnyeget, és a szőnyeg az így megnyugtatóan libeg, mutatja, hogy semmi baj, jó kezekben van. Szőnyeg. Akkor jó kezekben vagyok, feltételezem. Meséljék el, hogy miről maradtam le. Legalább 30 évről. Hogy mennyi? Hogy micsoda? Én 30 éve vagyok a szanatóriumban, és azt hiszem még egyszer se találkoztam az eredeti Ozreusszal. Az eredetivel? Mit ért az alatt, hogy az eredetivel? Van egy másik Ozreusz is? Godnir mester volt itt a szanatóriumnak az igazgatója, amikor ide kerültem, és amióta itt vagyok, Asmodeusz apóként ismerte önt mindenki. A hét pokol ura plusz kettő. Hét plusz kettő... Gonnir igazgató? Ez fasz! Az nem jó, az semmire. Még hogy igazgatónak. Igen, erre utólag mi is rájöttünk. Tolkának adta a szó. Ezt mégis, és így néz fel a hatalmas tortőrre. Ezt hogy érti? Az a hosszú történetnek a legesleg végén van. Azt majd elmeséli helyettem más. Az a lényeg, hogy te nagyon hosszú álomból ébredtél föl, és hát történtek hát dolgok. Nem inkább leszedálásból, mert végül is nem álomba volt, hanem le volt szedálva. Gyógyszerekkel, igaz, arra nővér? Cukin fogalmazok. És így hosszan elmesélitek neki, hogy mi volt ez a helyzet. Már amennyit tudunk. Már amennyit tudtok, amennyi kiderült számotokra is. Egy kis kiegészítés, hogy arra kb. Amikor te oda kerültél a szanatóriumba, akkor kezdett el leromlani az állapota. Csak már ugye úgy beszélheted, hogy én fénykorában nem találkoztam vele, mert már rosszabbodott. Hogy már rosszabbodott. Tehát igen, kb. Így egy időben kezdtek el történni. Meg akkor már nem ő volt az igazgató, hanem a Gonnir. Akkor már ennyi. Gonnir volt az igazgató. Akkor ez arra miatt történt. Lehet, így van, arra volt a felbújtó. Ezen meg se lepődnék. Ettől az asztal én csak leomlottam. Ez, hogyha a bajnokok felbújtók a jármúlti események mögött, mert ide érkeztek, akkor arra a szanatóriumba. Ja, elkezdtem leszívni az életenergiáit, és még ez csak idáig futotta. Kézed, amikor eggyel benyit az ajtó, jó eggyel, hát jó eggyel, persze. De legalább felébredt tőle, na. Meglát az arcát, és egyből felébredt, nem is kell kávé. Persze, azt hiszem, hogy éjben álmodok. Főleg, hogyha melkasodra ülök. Próbálj. Hát most gondolja, elromlik a kávégép, és így arrát állítják be a sorokba, csak rá kell nézni. De akkor meg fog nőni az öngyilkosságok száma. De kell így a köténykéjébe így pénzt tűrni?
Hát nem tudom, hogy a tenyerébe kell a pénzt tenni, vagy nem tudom, hogy hogy működik. Igen, hát így felemel egy fárkat a fejéről, haszta vissza. Teljesen jó. Oké. Bízni kell ebből csinálni. Tehát nagyjából akkor elbeszélgettetek, elmeséltétek, hogy mi volt, hogyan lett, és Ozreusz Loki el így kétségek között néz így rátok, hogy akkor kiben bízhatok? Arra nővér, mondjon valakit, akiben itt megbízhatok. A szőnyeg. A szőnyeg az így jelentkezik, hogy így... Én. Igen. Hát megbízhatsz, mi vagyunk itt Akarátia bajnokai, pedig nyugodtan megbízhatsz. És Lájna. És Lájna. És arra. És Gusztáv. És arra, és Gusztáv. És miért kellettek a bajnokok? Azt meséljék el mégis, még egyszer. És akkor... Megint akkor egy órával később vagyunk. Hát így kinyírták a nagybátyámat, meg ilyenek. A maga nagybátyját? Ja, meg majdnem mindenki megdöglött egy fertőzésbe, de ezt megakadályoztuk. Ja, meg... Igen. És akkor igen. Mi az, amit... Inkább azt mondjátok el, hogy mi az, amit nem meséltetek el neki. Ne az, amit elmeséltetek, hanem mi az, amit nem. Ja, azt nem mondjuk el itt közösben. Oké, értem. Jó, akkor végül is... A Dorkien hölgyhöz, vagy hogyan... Dorkien kisasszony, akkor ha jól értem, ön azért keresett fel, hogy hát, hogyha tudnék segíteni önnek. Igen. Pontosan azért. Nos, a kutatásaim az őrületet illetően az bebizonyosodott, hogy nem csak pokolfajzatok kaphatják el ezt az elmeállapotot. És ez nem egy betegség. Erre kérem, gondoljon úgy rá, mint egy elmeállapotra, amibe bekerülhet, és ki is jöhet belőle. Ezt nagyon erősen az érzelmeink táplálják, és lehet, hogy bennünk pokolfajzatokban sokkal hevesebbek ezek az érzelmek, és ezért volt jellemző ránk, de ugyanúgy kiváltható más fajból érkező személyekből is. És nagyon tudom javasolni, hogy az érzelmeinek a megzabolázása, ahogy elmesélte, akkor törtek elő ezek a tünetek, amikor az érzelmeinek nem volt teljesen az uralmában. És eddig mindig uralta az érzelmeit, nem igaz? Ugye, Dorkien kisasszony? Csak bólogatok. Tudja, az ön nagyapja az jármút megalapításában elég fontos szerepet játszott, és én mindig is feltekintettem, felnéztem az önök családjára, és mondja, él még a nagyapja, él még az öreg? A Peti él még? Nem, na, ugye? Nem. 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 Oh. Nem. Sajnálom. Ezt így nevetve. Fogadja részvételmet. Köszönöm. Esetleg, hogyha így nagyon a kezelésébe, abba nem mentem bele, nem folytam bele, mármint próbálkoztam vele, de annyira távoli, annyira megfoghatatlan az érzelmek maguk, hát nehéz velük foglalkozni, ezt tudják mindannyian, így végignéz rajtatok. Sokszor a hétköznapi embernek is nehéz az érzelmeivel megbirkóznia. De vannak módszerek, amikkel
amikkel közelebb kerülhetünk saját magunkhoz, és az érzelmeink megértéséhez, hogy mik vannak mögöttük, mert vannak hamis érzelmek is, bizony. Amiket csak egy tévképzet kelt, amitől csak azt gondoljuk, hogy úgy érezzük, de az valójában csak dopamin, meg extazi, meg és így sorol pár ilyen eukarióták, kollagén és szenny, és így sorolja a különböző baromságokat, de ennyi az ember, ennyi egy személy. Nem sokszor egyszer azzá leszel, amit eszel, és így kezditek látni, hogy hát azért abból az Asmodeus apóból még maradt ebben az Ozreusban is, a Lokiel-ben, úgyhogy hát így beszámítható, nem beszámítható. Tehát, jobb a helyzet, mondják, mint múltkor volt. Mert a múltkor sokkal rosszabb volt? Ennél biztos. Ennél biztos, sokkal nagyobb talányokba beszélt. Talányokba. És ahhoz képest, hogy elvileg egyiküket se ismeri, gyanúsan sok mindent tudott rólunk. Ja. Mármint nem most, hanem... Tegnap. Igen, tegnap. Igen, akkor, amikor még nem önmagad voltál, akkor olyan dolgokat mondtál ajólunk, amiket szinte még nem tudom, saját magunknak se akarunk bevallani, hogy igazak voltak. Elnézésüket kérem, mindannyiuktól kérem az elnézést, és akkor visszatérve sajnálom a terelésért, van bárki, akiben szőnyek hagyjad, bárki, akiben megbízhatnék? A jelenlévék közül tántom. Nincs. Mindenkiben, kivéve Gusztávban. Gusztáv sajnos itteni lakos volt, meg itteni lakos még tudtommal. Szóval benne nem néznek annyira. Hogy nem attól fel, hogy arra van benne a gyógyszer az évben, hanem Gusztáv. Igazából, nem. Ha így tekintünk, akkor én meg olyan ismerjük a legaigebb óta titeket, meg két napja ismer. A doktor azt nézi, hogy arra a szenilis, és szeretné meggyógyítani, Gusztáv meg lehet, hogy egy őrült, aki lehet ki is nyírná. Arra szenilis? Hát, hogy nincsenek meg az emlékei egy bizonyos idő előtt. A doktor már csak kihívást lát benne, hogy hát vagy én. Kihívás elfogadva. Fogd meg a söröm. Akkor így... Ozreus Lokiel, akkor azt mondja, hogy... köszönöm, igen. Gusztáv, lehet, hogy kicsit előlépne, és így azt mondaná, hogy lehet, hogy nem mi és ez a csapat a legmegbízhatóbbak a világon, de az a sokkal biztosabb, hogyha belünk tart, akkor belünk sokkal jobb esélyei vannak, mint egyedül. És most pillanatnyilag nincs jobb. Ha nem bánják, én maradnék itt. Nem hiszem, hogy el tudnám. Nem hiszem, hogy el tudnám vezetni ezt a helyet továbbra is, de mindenképpen megbeszélést tartanék a kollégáimmal. Nem tudom, hogy szólíthatom-e őket így, de azokkal, akik eddig vezették és dolgoztak itt. Egy-kettővel még emlékszem, Lavellán kisasszonyra, emlékszem még Xidórára és Szorugára. Van egy ilyen nevű doki. Ön is Lavellán? Esetleg rokonok? Így kérdezi. Kastia Lavellán, ismerős a... Nem? Akkor csak nem, név a Lavellán az egy elég gyakori elfnév. Értem. Szóval
Lavellán kisasszonyjal, nem önnel, akkor így kiavítom magamat, és Szorugárral is már régebb óta együtt dolgoztunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk értetni magunkat a többiekkel is. Mindenképpen szeretném, hogy ezt a helyet egy jó csapat kezébe kerüljön, és olyanok vezessék, akik értenek is a dolgukhoz. Köszönöm szépen, tényleg nem tudok mást mondani, köszönöm, hogy megmentettek, felszabadítottak. Igazából én, tehát én hangosan gondolkodva lehet, hogy, tehát, hogy 30 évig nem volt önmagánál, és hogy ennyi idő alatt a vezető és az asszisztense is konkrétan, most mondjam azt, hogy átálltak a sötétől, tehát hogy gonoszak voltak, tehát hogy ennyi év után hogy bízik meg bárkibe is. Tehát ennyi idő alatt bárkit befűzhettek a rossz irányba. Azért tudok olyan neveket mondani. Jó, szőnyeget lesz. Szőnyeg itt lesz velem, és vigyázni fog rám. Igaz, szőnyeg? És így hevesen és így libeg talán és örömmel bólogat. Hallja, de Eloven is itt dolgozik azóta. Ó. Oh. Úgyhogy lesz, miről beszélgetnünk. Ez pompás. Ennek rendkívül örülök. Az ő családjuk az mindig is segítőkészek voltak. Arra nővér, mondja csak, ön mennyire ért a meditációhoz? Hát, attól függ, milyen céllal az meditálnánk. Érzelmekre való fókusz, hogy azokat kordában tartsuk, és megfigyeljük őket, ahogy megértjük az érzelmet, és elhaladnak, és mi csak megfigyelők vagyunk. Hú, hát én nagyon jó vagyok érzelem megtartásból. Hát az én problémám sokkal inkább az érzelmeim megtalálása, úgyhogy az érzelmek kontrollálásában kifejezetten jó vagyok. Dorkien kisasszony, figyeljen csak, Dorkien kisasszony. Mi lenne, hogyha együtt meditálnának? Értem? Azt nézzük meg, hogy az milyen lehetne. Ez nagyon perverzül hangzik. Eléggé. Én nem lennék ott. Esküszöm. Arra ott ül, mint egy unod bármú, csinálja meg így. És vájból. A vállán egy kamerával. Igen, valójában ez az eye patch, ez csak azt szolgálja, hogy bele tudjak nézni minden egyes... Nem. Kettős meditációba. Kettős meditációba, az. Hát... lenne haszna, mármint... Rajtam nem múlik. Nem tudom. Rajtam nem múlik. Én a meditációt sokszor használom ott az érzelmeim felkutatására, meg az emlékeim kutatására több-kevesebb sikerrel, úgyhogy ha az lenne a cél, hogy Shinaraya kontrollálja az érzelmeit, akkor lehet, hogy pont jól kiegészítenénk egymást. Ez olyan, mint amikor a kardommal beszélgetek? Nem, mert Shinaraya létezik. Akkor is létezik, itt van. Az egy nagyon szép pallos, legyen kedves, kérem, tegye el. Köszönöm szépen. Kitakarja napot vele. Itt csak kezeld, gyógyszeres betegeknek lehet fegyvere. Úgyhogy akkor nálam miért van? Kezel gyógyszeres beteg, hát pont az. Pusztán így elnéz a felső sajokba, és így... Nálunk is van fegyver. Ti még csak nem kaptok gyógyszert. Még. De kaptatok? Bele van keverve a vízbe. Mi szeretne? Tudom ajánlani Sasára. Rendben, akkor én hamarosan el fogom hagyni ezt a
helyet, mármint úgy értem, hogy ezt a lakosztályt, és keresek magamnak egy megfelelőbb helyet, és megvitatom a többiekkel, hogy akkor kivegye át a szanatóriumnak az irányítását. Önök pedig tényleg nem tudok mást mondani, mint hogy köszönöm a segítségüket, és hogyha bármire szükségük van, amivel a szanatórium a hasznukra tud válni, akkor nyugodtan szolgálják ki magukat. Hát egy 13. havi fizetés. 5. 6. Értem. Erről Gonnirmest mármint bocsánat, ő vele már nem fog tudni egyeztetni, de hogy ezt a következő jelöltünkkel ja, így kb. Így mondja, hogy akkor viszont hallásra, ő így... Kérem, igen? Kérem a kezelés alatt tartózkodjon ebbe a szobában majd a továbbiakban, amíg tart a kezelés, addig itt aludjon és ide jöjjön vissza, mert itt mindig megtaláljuk. Értem. Köszönöm szépen, doktor, ugye? Igen. Gondolhattam volna. Így a nyakönyvezve. Ja, tényleg ő azt tudja egyébként, hogy ő még konkrétan kezelés alatt áll? Én a dokinak véletlenül nem ázsiai szülei vannak, mert már így az lehet az anyakönyves nevű is, hogy doktor, hogy biztos az legyen. Sajnos nem. Mert hogy nagyon úgy beszél, mintha már meggyógyult volna, de hogy akkor őt még kezelni kell, nem? Kell határozottan, és ő tisztá, ő most, amikor tiszta a feje, akkor azt mondja, hogy természetesen hallgatni fog a kollégáinak a tanácsaira, és aláveti magát a kezelésnek. Ő Bianca nagyon kalapálsz. Bocsánat. Bianca nagyon kalapál. Megfejtem magam le némítani. Semmi gond. Inkább a jegyzet legyen, mint a... Tehát maradjon a kalapálás. Köszönöm szépen. És ez most nem egy Fallout referencia. Akkor Bianca üs teljesen jövő. Hát ez egy a Facebookon csetelek valami random emberrel, mi? Hát akár az is lehet. Ja, hogy nekem írtál, hello. Szóval többieknek van-e még kérdése Ozreusz apóhoz? Így kezdi észrevenni magát, hogy úristen, megöregettem, ráncos vagyok, hát szakállam van. De amúgy egy tiefling nem olyan sokat öregszik 30 év alatt. Tök sokáig élnek. A tieflingek azok nem rendesen öregednek? Hogyha úgymond kihagyta azt a 30 évet, akkor rögtön észreveszi magán, hogy azt rombolod ráncot is. Azaz, de pár hónapot is. Tieflingek élnek vagy 200 évig, szóval azért 30 év az nekik nem olyan sok. Ground? Azért mégis csak egy 10%. Nem 30 éve volt a párnyomlás is? Amúgy de. Gyakorlatilag minden 30 éve volt. Esetleg... Alexnak ez a... Esetleg nem tudsz valamit egy bányaomlásról? Bányaomlás, hát... Volt egy nagy bánya avató, egy új eret tártak fel. Ott volt a városnak a sava borsa. És hogyha megemlítenénk egy nevet a bányaomlás mellé? Mire gondol, Dork, ilyen kisasszony? A Karrára. Karra? Csontos Karra? Igen. Aha. Mi történt vele? Vagy... Meghalt. Meghalt. Olyan egyenes beszéd. Igen, azt akartam mondani, hogy szerencsétlennel így, de meghaltam, hogy könyvet írt róla köbben. Karra meghalt. Ráomlott a bánya. Mondhatjuk azt is, hogy nincs köztük. Úgy, ahogy Talor Fordra is. A főbíró úr! A főbíró úr is meghalt! Nézd, itt van, az ő lelke van a kardomban. Hogy micsoda?! Asmodeus apó, vagyis bocsánat, Ozreusz Loki el így teljesen így eldobja az agyát. Micsoda?! A lelke? A beszélgetés is tínus állja, amit a mondatod, ez a...
Ez a kényes pontom, meg hasonló. Én csak ezt hittem voltam. Tehát szerintem oda a kezét a Lex karatainak a szája elé. Ground. Megkérném mindenkit, hogy legyen tekintettel a páciens lelke alapvetőre, hogy még nem gyógyult meg, és felépülőbe van. Ja, hiperventilás. Én csak a nevet akartam fölhozni, hogy mit tud a páciens. Szerintem oda kell menni, és megcsapkodni. Meg Doki, szerintem pánikrohama lesz. Vagy van már neki. Így visszafekszik az ágyába, így karra. Ez egy levelejúj a székről. Nem ájulok le. Én megvizsgálnám, hogy azért túléli el még ezt a sokkor. Medicine checket kérek tőle. Akkor oda meg... És ne figyelj! Ne figyelj! De akkor ugye az elkövetkező részét már elkaptuk. Ilyenkor gondolom az nem segít, hogy oda megyek megcsapkodni. De leesett a vérnyomása, azt így határozott, tehát így nagyon lassan ver a szíve, így teljesen elsápadt, kiment belőle a piros, ilyen halvány rózsaszín színe lett az arcának, így ott fekszik. Raúl, hogy neki a szíverősítőtből. Tényleg szívemet fog kapni. Tényleg? Én úgy letérdelnék mellé, és próbálnám, hogy mély levegő nyugodjon meg. Mély levegő, miközben lélegeztem. Szó, a Purify. Szerinted már próbáltam azt, hogy felemelem a bokájánál fogva. Nem, Gustav, nem. Szétfogjuk. Erre mit lehet dobni? Nem tudom, persuasion-t, vagy mit, hogy megnyugtatni? Segítek megnyugtatni. Előnyből dobjon valaki egy medicint. Várjál, éte mennyi az egész. A spell the dying az jó lett volna a doktor. Nekem plusz csak. Szerintem mindegy. Nekem a medicin nem az plusz 3. Értem, tehát sokra mentünk vele. 11-et. A sok bába között elvész a gyerek, szokott ez a mondás lenni. Pontosan ez történik, így mindenki segíteni próbál Ozreusznak, de így senki nem tud kb. És így magától így kb. Így megnyugszik, és így... Akkor azt hiszem az én ötletemet nem próbáljuk ki. Nem. Karra nagyon jó barátom volt, igen, ő több volt, mint egy páciens, és rajta teszteltem, nem ez a jó szó, de rajta próbáltam először segíteni az őrülettel kapcsolatban, és vele bizonyítottam, hogy nem csak pokolfajzatok kaphatják el ezt a... Bocsánat! Köszönöm szépen! Ezt az elmeállapotot. Ez nem egy... Nem egy átok. Ez nem egy... betegség. Ez egy elmeállapot. Ez különböző dolog. Bárki megkaphatja. Hogyha traumatikus dolog érte, bárki megkaphatja. Vannak traumái, kedveském? Nekem van. Ebben a csapatban. Kinek nincs, ja. Garúnak is van, ne jelentkezzél. Ez mindenki jelentkezik. Gerdért jelentkezett. És rátér be a szőnyegugrám, hogy nekem. Neki is. Ő mi mindent látott Gondnir mester mellett? Mindig beletörölte a cipőjét. Úristen! Szegény. A véres cipőjét. A véreset is. Nemrég a napokban két Edgris beszállt felé például. Megremeg a szőnyeg. Edgris blast! Igazából Gustav szerintem lehet, hogy közebb lép egy kicsit, és így megkérdezi, hogy ha ilyen erős traumák váltják ki, akkor olyan alakok is elkaphatják ezt, mint amilyen én vagyok? Természetesen ennek az elmeállapotnak az a lényege, hogy a
a traumákból táplálkozik, és az érzelmek az alapjai. És hogyha valaki stabil érzelmi állapottal rendelkezik, akkor tudja távol tartani magától ezt az elmeállapotot. Légy egy érzéketlen bot, de legyél boldog. Mint arra. Legyél betépve. Vagy üsd ki magad, mint így. Jolána, hogy van? Jolána, ugye még él Jolána, ugye? Szerintem hagyjuk a kérdéseket. Hagyjuk a neveket. Jolána Hortorin. Nagyon persze, kis csinos virbolg. Persze! Anyó! A drogos asszony? Már anyó, igen. Anyó. Szegény. Édesem, Jolána. Jolána. Nem is tudtam, hogy így hívják. Garó? Vagy már anyónak ismerted? Garó tudta. A salátás lényét szeressék. Igen, nagyon jó lett a szakmájában. Ő a legjobb. Igen, ő már néni. Az akadémiáról mindenki oda jár hozzá. Igen, nagyon elismert a szakmájában. Tehát akkor köszönöm szépen mindent. Elbúcsúzik tőletek. És bármit vihettek a gyógyszertárból. Ennyi vagy... a szőnyeg. Szőnyeg marad. Ő vigyáz rá. Szőnyeg marad. A szőnyeg vigyáz a helyre. Jelenleg ő az igazgató, szóval óvatosan. Ugye, egy... legyetlen, akiben megbízom. Egy szanatóriumban, hogyha egy szőnyeg vezeti, a nekem szőnyeg azt a kérdezik. Ez jól hangzik. Egyből akkor a szőnyeg így tiszteleg, és akkor így a viszontlátásra. És reméljük a fejéhez emelte a kezét. A bojtjait. A bojtjait valahova emelte. Nem ez a történet. Mit szeretnétek csinálni, ahogyan elbúcsúztatok Asmodeus apótól, Orzeus Lokieltől? Shopping! Loot! Shopping! Akuma! Ja, Akuma is kéne, igen! Akkor Akumát lootoljuk ki. De Akumát nem kilootolni kéne. De mondjuk ahhoz kéne nekem arra, meg a doktor. A kilútoláshoz? Nem, ahhoz, hogy beszélni Akumával, mert a doktor kell, mint érzelmi támogatás, arra meg szerintem nem engedi anélkül, hogy jó ott legyen. Arra meg ugyan egy ekkora injekciós tűvel, hogy leszedálja, ahogyha kell. Szerintem elég az arca. Nem lesz rá szükség, remélhetőleg. Akkor keressük meg a komát. Lehet, hogy... Nem adom vissza a botot. Azt még megadom. Hát jó lenne információhoz jutni meg. Elmondani neki egy-két dolgot. Esetleg. Oké. Akkor... Többiek... Arra nővér. Én elkísérlek neked. Garósin oraja. Gustav. Kik jönnek a kumához. Az egész díszes társaság. Tömegnek azért. Nem tudom, hogy mit váltam ki, hogyha megjelne ott 9 ember, vagy nem tudom, hány 7 ember. Nekem nem probléma, hogyha nem megyek. Én azért mennék velük, mert én többször beszélgettem vele a jégebben is. És szoktatok sakkozni is. Nekem úgy sincs kérdésem hozzá így konkrétan, szóval én akkor nem növelném a tömeget. Most az, hogy közben esetleg elemelek egy-két dolgot, hát most... Ja, mondjuk, hogyha Gustav jön, akkor Arának muszáj mennie. De Gustavnak biztos, hogy jön... Gustav, mondjuk ők már ismerik egymást, igen? Hát. Igen, jóban vannak. Akkor jöjjön, nyugodtan. Na, akkor már összesen 7-en vagyunk. Az utcáron fogtak sakkozni. Ez csak 4 Gustav. Nem 7-en. Van a férfi. Kik jönnek, kik nem jönnek. Én nem megyek. Sinaraja nem jön. Garó sem jön. Mindenki más megy? Nem, úgy nézem, mi van vele. Akkor Graun okay. Is. Kurva sokan leszünk. Én is Graun is. Én megy a többek után. Maradj itt a többiekkel. Beszélgessetek, te amúgy is alkoholizáltál. Lehet, hogy rossz lesz a szőnyeget. De doktor, Graun úrfi úgyis mindig alkoholizál.
Igen, ez pont az... ezért nem kéne jönnie. Graun úrfi dobjon egy Constitution check-et. Hogyha a szőnyeget beleadik, hogy hogy érzi magát, igen. Hogyha jól érzi magát Graun úr, akkor jöjjön, hogyha nagyon be van állva, akkor meg maradjon itt a párral. Be lehet elugatni egy szőnyeget. Dobhatok Graunnak egy italt? Egy olyat, ami kiinti egy kis időre. Doktor! Oké, tehát ahogyan jössz le az emeletről, így érzed, hogy a lépcsők azok így nagyon nehezen mennek, így nagyon forog veled a világ, nagyon erősen bepiáltál, tegnap is itt áll, most is iszol, folyamatosan iszol, ez már úgy sok volt, még neked is. Hát, Graun, öregszel. Csak bele ne essen a saját kardjába. Azt hittem hányásába. És Tanor is! A főbíró úr! De jó, hogy nem kérdeztem meg tőle, hogy és... De már nem is főbíró, már egy pár éve. Hát, egy 30 éve. De jó, hogy nem kérdeztem meg, hogy és Legandirre emlékszel még? Melyikre? De akkor... De úgy tehát jelen, eléggé. Nagyon, nagyon beitt. Tál, Graun, azt érzed magadon, hogy ne gyújtsd fel a helyet. Biztos, hogy most kéne találkoznod Akumával. Majd itt lesz a két dobékoló galamb, akik visszafogják. Vagy azt mondod, hogy most kéne találkoznod Akumával. Igen, mind a hárommal. Inkább nem találkozom Akumával. Hát inkább akkor józanodok. Akkor ott maradsz a Garóval és Sinarajával, többiek akkor benyittok Akumához, egy kis szobácskája van, nagyon dísztelen, egy-két könyv van a polcain, meg ilyen éjjeli szekrény, ládák, van egy asztala, ahol tud enni, gyertyák rajta, meg, de így kb. Az egész szoba egy ilyen fával faragott, ilyen nagyon gyöngéd szoba, egy szimpla, egyszerű szoba. Egy festmény, nem is festmény, inkább egy szénceruza rajz, ami ki van színezve, lóg az ágya fölött. Dobjatok nekem valamelyikőtök előnyből észlelésre, perception-re. Perception az jó. Én szeretnék dobni, mert arra is 9. Arra is dobhat. Gusztáv is dobhat. Bárki dobhat. Melyikőtök? Dobjon Gusztáv, szerintem ő jártasabb amúgy is a beteg szobákban, meg hasonló. Igen, meg hogyha baj, igen, meg hogy ha a múltja a szobának... Hoppá! Depp is a múltja. Depp is a múltja a szobának. Depp is a múltja. A szoba múltja érezhetően Depp is. Hú, az hol is volt? Pedig azt kijelöltem. Akkor te nem perception-t, hanem history-t kéne dobjál, hogyha a Zord pszichometriát szeretnéd használni. Azt szeretném, de mivel nem találom, ezért inkább a perception-re fog dobni. History-ra tudsz vele dobni előnyből, a Zord pszichometriával. És ki igen, van készítve a kedvencek között. A history az fölülről az 1, 2, 3, 4, 5, 6-dik, hogyha kell. Jó, oké, a history az megvan. Szóval elkattintottam. És advantage. Na. Hát ahogyan belépsz a szobába, egyből benne találod magadat egy régi emlékben, ami úgy gondolod, hogy Akumáé. Egyelőre őt nem látod, csak különböző
hősöket, akik goblinokkal és goblinoidokkal harcolnak. Ezek hobgoblinok és ogárok, ógrék, ilyen zöld bőrű csúfságok. Egy kőtemplomban vannak körülvéve. Az egyikre rácsavarodott egy kígyó, és így kb. Farkas szemet néz a goblinnal. Az ogár, hatalmas ogár, az próbál kövekkel haigálni valamilyen irányba, de nem látott pontosan, hogy merre felé, vagy miért csinálja ezt, és több ilyen lény is, minthogyha rohamra készülnének. Ezt látod, Gusztáv, aztán visszatérsz a jelenbe. Azért az, hogy ilyen flashbackjaim vannak, lehet, hogy tényleg gyógyszert kéne szednem. Nagyon mélyre néztél. És miért titkosan dob amúgy a Krisz? Nem tudom, nem kéne titkosan dobnia, lehet, hogy felejtettem. Azért már ott volt bejelölve. Ja, jó. Nem tudtam, hogy tudok-e valamiről, amiről nem tudok. 18-at dobott vele. Igen, 18 lett. Elfejtettem visszaállítani, majd visszaállítom. Elnézést. Jó, akkor Ryla és a doktor, azon a képen láttok egy bárdot. Arra némítást kérek, köszönöm. Szóval még sem olyan fontos a jegy. A jegyzet sokkal fontosabb. Mindenek előtt a jegyzet. Arra és a doktor látjátok, ha így felismeritek, fehéres kék gambeszomban Petir professzor van fiatalon, és valami ukulelén, vagy valami hasonlón játszik. Mellette ott van Akuma fiatalon. Nagyon fiatalon. És van még azon a képen, talán Carol lenne az? Nem vagytok benne biztosak. Ő is annyira fiatal. Ez vagy évtizedekkel korábban történhetett. Eteti a házi kedvencét, és még Akumával veszekszik egy kalapos hölgy. Ryla felismeri, hogy ez Laura, akivel mostanában elkezdett beszélgetni. Valamin összeszólalkoztak a képen Akumával, és mindannyian egy étteremben, egy fogadóban, egy ivóban vannak. És ott van még mellettük Aziz főmágus, és természetesen Axel főtörzs is, törzsfőnök, és mindenki annyira fiatal. Annyira fiatal. Vajon melyik kép lehet ez? Akuma az így könyveket olvas, amikor beléptek hozzá, és feltekint. Egyrészt megrémül, amikor a doktort látja, másrészt Gusztávnak és Arrának viszont így nem tudja mire vélni az érkezését. Bocsánat, segíthetek? Kérdezi. A doktor és a hölgy velünk jöttek, és szeretnének feltenni pár kérdést. A doktorral már volt dolgom. Nem mondom, hogy pozitív volt az a találkozás. Szerintem ezt kevesen mondhatják el, de...
Én nem tudok vitatkozni. Igen, én azért is jöttem, hogy ide, azért is jöttem velük, hogy egyrészt lásd, hogy ha nem is teljes mértékben, de bízom bennük annyira, hogy hát mondom, kimondom azt, hogy majd megengedtem, hogy eljöjjenek hozzád, és hogy ha bármi rosszat érzel velük kapcsolatban, akkor azt nekem nyugodtan jelezheted. És így, nem tudom, leül az egyik székre. Hogyha egy szék van a közölébe, ez van. Persze, akkor engedi, hogy... Persze, tessék, akkor... Látom, jó gondját viseli Sanguinnak, doktor. Igen, majd visszakapott, ha emletent a... Kiengednek innen majd valamikor. Gondoskodom róla, hogy visszakerüljön hozzád. Köszönöm szépen. Öbb már, ha szükséges. Ha nem, akkor csak szólj és elviszem. Lehet, hogy jobb lenne, ha nem kerülne vissza hozzám az a tárgy. Oké. És akkor átadnám a szót Rylának, a hölgyeménynek, hogy... Peti, ne haragudj, de nem arról van szó, hogy akkor sejfét, mint a... vagy nem sejfét, hanem olyan, mint a Krisz, nem pedig francia. Megpróbálok. Eddig ez így volt. Közd hátra az egyik nyelvedet. Megpróbálom, és akkor jó lesz. Jár. És odaállok rá egy mögé. Köszönöm, doktor. Jó napot, Nakuma úr. Én... Jó napot kívánok. Én Laura visszahozásáról szeretnék önnel beszélni. A nevet mennyi imádhat ki. Hogy... És megmutatom neki micsoda? A papírokat. Hogy átnézi a papírokat, így fellapozza őket, és... De hát sikerülnie kellett volna! Rásandít a dokira pillanatra. Jó, biztatást kérve. Csak nyugodtan, bármi van, biztos. Hát sikerült, csak nem a jó szemét hozta vissza, akit szeretett volna, hanem engem. Hogy, bocs. Hogy micsoda? Ön... De hát... A gyerme... De a kedve... Elnézést... Nem az ön hibája volt. Isteni beavatkozás történt. Ezt így... Ezt így... Mégsem zúdíthatja rám? Ez... Honnan tud ön Loláról? Itt vannak a papírok. Gustav, köszönöm lehet, szépen! Ilyen félhangosan elmond magja, ilyen féldősen, hogy már megint azok a javatt istenek. És maga a Lady Shar mondta, hogy mi történt. Maga Lady Shar... Ez túlmutat rajtam. Én csak szerettem volna Lohát visszahozni az életbe. Ez... De már olyan jól haladtam. A mester! Ez... Ki fog akadni? Látjátok rajta, hogy nem tudja összeszedni a gondolatait. Fejbe kell vágni egy sok figójával. Laura, vagy Laura, arra odalép Akumához, és beleteszi a kezét, és megpróbálja megnyugtatni. Nem tudom, hogy van-e valami, amit tud, hogy megnyugtatja ilyen állapotában, gondolom nem ez az első. Egy insight checket azt azért szeretnék kérni. Én megkérdezem, hogy van-e a karakterem közelében saktábla bábukkal. Investigation-t szeretnék tőled kérni.
pillanat. Ennyi, nem tudok hibázni. Mondtam én, hogy arra nagyon jól kelt ma reggel. Azaz, igen. Na hát a sakk bábuk, sakk figurák, a sakk cucc az el van téve. Nem találod elől. Nem viszont, fogom fejbe dobni vele. Jól van. Viszont arra az nagyon is tisztában van vele, hogy Laura az Akumának egy hatalmas trigger. Tehát ő az életét arra tette föl, hogy visszahozza, hogy életben tartsa, hogy megpróbálja feltámasztani, és ez most kb. Így, hát ami történt, ez így semmivé lett azzal, hogy nem őt hozta vissza. És nem is saját hibájából. És nem is önön hibájából, ráadásul a papírok szerint Akuma mindent jól csinált. Arra jelentőség teljesen Rylára néz. Lehet, hogy ezt kicsit finomabban is lehetett volna közölni. Már megértem, hogy Graun úr honnan tanulta ezt a stílust. A betegeknek vannak olyan témák, olyan akár csak szavak, amik rossz állapotban hozzák őket. Na, és... ennyi, ezt nem szeretném kérni mástól. Mi az anyám volt? Bocsit. Ugye megijedtem. Én is. Szóval lehet, hogy vannak olyan szavak, vagy kifejezések, vagy amiket érdemes kerülni, hogyha tovább szeretnétek beszélgetni. Szeretnénk, hát, és én elnyomnák egy call memotion. Rájra ilyen nagyon halkan, csak hogy arra halljam, mondja, hogy Laura nem mondta, hogy ez tabu téma lenne. Oké, egy steltet kérek Rájlától. Már meg is susforog mindenki. Hogy a doktor pedig azt mondaná, hogy egy call memotion-t szeretne használni, gondolom Akumán? Hú, egy micsoda? Igen, Akumán, call memotion. Érzelem nyugtatást! Mivel egész magas Arrának a passzív érzékelése, ezért ez a stealth, ez bőven elég ahhoz, hogy ő ezt megértse, hogy nem tudta. És a... Hát én nem tudtam, hogy ennyire... Karizma szívet, azt meg Akumával. De nem. Ez nem látszódott. Tehát teljesen megnyugtatta Akumát. Nem sikerült neki a szév, és ő lenyugszik. Ilyen nyugodtnak kb. Még nem látátok a soha. És elvenném tőle a papírokat, amiket elnyújtottak neki, és eltenném, hogy... Nem, én vissza. Köszi. Na, lop, csal. Persze. Az az én papírom. Akkor köszi. Dobjatok egy contest, dobjatok valamit egymás ellen. Hát, ügyességet. Az én papírom. Nem, kell, én odaadom neki. Visszaadom. Hogyan? Döntéskocka. Akkor jól érte, akkor visszaadom. Döntéskocka. Akkor mindjárt én lopom el. Nem lopod el a papírokat. Ryla visszaveszi magához a papírokat. Chris, most kell a Fireball. Te hol? Most már szerintem tudunk vele beszélni, csak akkor kerüljük az egyéb olyan szavakat, amik triggerelhetik megint. És nem kéne most akkor a mesterről beszélni vele? Hát, ha az nem fogja ki... Ha arra nővér esetleg... Mire gondolnak? Hogy Karma Motion-ben van, szóval... És tervileg meg van nyugodva. Most tervilegben nyugodt lesz egy ideig. Hát, amíg nem éri újabb trigger.
nyugodt, így kitágulnak a pupillái. Gusztáv, mikor sakkozunk? Nem tudom, hogy mikor sakkozunk utoljára, lehet, hogy a következő meccsünk még nagyon távol van. Ezen kívül sajnálom. Szomi. Sajnos a mester egyébként eltávon van, és nem fog visszajönni. Eltávon. Úgy hallottam, hogy már nem fog visszajönni a szanatóriumba. Mit tudna mesélni a mesterről, most, hogy így nincs itt? Egy nagyon kedves új ember. Segített sokat abban, hogy jobban legyek. És lehet, hogy meg is kell majd hagyni ebben a tudatban. Csak így mondom, hogy... Azt mondta, hogy jó úton haladok. Nem kell felesleges információkkal traktálni a betegeket. Biztos, hogy jó úton halad. Csak felejtsd el, amit most nem régen hallottál tőlünk, és felejtsd el azt, ami nem lényeges a múltból. A múlt. A múlt határoz meg minket. Itt voltunk. Mi voltunk a kedvencek. Erre emlékezhetsz. Erre pontosan emlékszem. Ezt ragad meg, ezt az emléket, és erre emlékezz a legjobban. Mi is hősök voltunk. Doktor, maga is tudhatja. Mi voltunk. Akaátiáról kívülről érkeztünk. Mi ott voltunk, hősök. Ti igazi hősök voltatok. És vagytok. Mi hősök voltunk, és semmik vagyunk. Nem igaz, még a régi vagy. Még hős vagy. Hidd el. Ez nem kopó cím. Hát azért te. Nincs ilyen lejárati dátuma. Nem találkoztam. Nem látogatott meg Petil. Nem jött el Keol. És Aziz sem jött el hozzám. Axel volt az egyedüli, aki meglátogatott itt. Arra főnővérnek nem értem, hogy csak látom, hogy beszél, vagy nem ide akarja mondani. A Chrishez kiabáltam, bocsánat. Elnézést. Ne üvöltözzetek egymással, verjétek egymást. Hogy szólok nekik, hogy keressenek fel téged. Ja, értem. Hősök voltunk. És ne kérjék azt, hogy bármiben is segítsek. Mert a végén még megtenném. Erre van még kérdésed felé? Úgy érzem, bármit lehet kérdezni. Arra akkor nem kéne kérdezni a mesternek a kísérleteiről, mert akkor lehet, hogy nem tud. Nem, nagyon senki nem tud róla. Arra nővér? Hát nem tudom, hogy mit akar kérdezni, de milyen információra számítasz, amit nem tudtál meg a papírokból? Hát a papírokban csak ez a kísérlet volt, hogy ő erről tudott erről. De azt mondjuk meg lehet kérdezni, de nem. De mondjuk Calm Emotion-ben van, akkor meg lehet kérdezni, hogy mennyire tudott a mester arról, hogy ő mit csinál, meg ő mennyire volt ebbe belevonva. Olyan. Meg ő mit tudott a mester. Akkor megkérdezné rá, de hogy ő mit tud a mesternek a kutatásról, hogy ő úgy hallotta, hogy nem csak... Igen. Akkor már kutatott, hanem ő is. A mester nagyon sok dolgot kiszervezett a száfakaózoknak, és segítettünk
neki a kutatásaiban. És mi vittük azokat a dolgokat, amiket ő nem tudott itt a szanatóriumban elvégezni. És azok mit voltak? Szerette volna a fajokat tökéletesíteni. De... És támogatott akkor... engem, támogatott ebbe, engem abban, hogy visszahozzam Lorát. Egy képet húz elő, ami külön ábrázolja Lorát fiatalon. Ugyan nagyjából abban az időben készülhetett ez a kép is, amikor az, ami a falon van, a mellény zsebéből veszi elő. Fiatal rajta még ez az illető, és Rájla, te pontosan látod, hogy így találkozott veled, így keresett meg ez a hölgy ebben az állapotában, így emlékszel rá. Hogyha Akuma nekromanciával kísérletezett, az nem elsőre szokott sikerülni. Azt hittem nekrofil. Másokon is kísérletezel? Vagy végig Lorát használtam. Végig megpróbáltam, hogy Lorát hozzam vissza. Szóval nem kísérletezett senki máson? Kísérleteket végeztem. De nem feltámasztással kapcsolatban. Csináltam állatokon, csináltam embereken, végeztem kísérleteket, amik engedélyezve voltak, beleegyezéssel történtek, hogy ezzel is a Mordekainennek a kutatásait bővítsük. A Mordekainen pecsét alatt végeztem az egész kutatásomat, minden dokumentálva van a jegyzeteimben. És te részt vettél abban, és láttad, hogy mit csinált a mester? Mert mondtad, hogy segítettél benne, hogy pontosan mit csinált? Pontosan nem. Kaptunk tőle támogatást, kaptunk állatokat, kaptunk lényeket, amiken végezhettünk bizonyos kísérleteket, fejlesztéseket. Hozott hozzánk skorpiót, hozott hozzánk vérfarkast, likánokat. Akuma. A vérfarkas, a likán az egy humanoid. Oké, hogy a skorpió az egy állat, de a vérfarkas az egy humanoid. Pontosan, megvolt a beleegyezése az úrnak, letette elénk a mester, Gonnil mester, letette elénk a beleegyezését. És egy pillanatra se fordult meg a fejedbe azt, hogy esetleg ez egy hamisított beleegyezés? Igen. És az úr nem egyezett bele maga? Hallott az, hogy ő beleegyezett? Az úrnak a kézírása volt rajta. Nem gondoltam ebbe bele. De Akuma, a humanoid kísérletek, azok nem legálisak. Kivéve, hogyha beleegyeznek a humanoidok. És ott volt a beleegyező nyilatkozata az úrnak. Jól az ez a törvény. A mester pedig ő köztiszteletben áll. Nem kérdőjelezhettem meg. Hát ez beszopadták. Jó tanács az életre, Akuma. Mindig kérdőjelez meg az embereket és mindenkit.
és csak utána tevékenykedj, miután megbizonyosodtál arról, hogy minden hivatalos. Igen, főleg a feljebb valóidban, na bennük sose bízze. Hogyha nem hivatalos, minden nyomot el tudsz tüntetni. De minek akarja? Én teljesen legálisan végeztem az egész ügyletet. Mindenről pontos leírásom van, mindent megtartottam. Pontosan vezettem az üzletet. A pontos dokumentációd jelenleg pontosan annyi elég, hogyha valaki ide jönne, akkor egy életre bezárjon téged. Szerintem, mert hagyjuk ezt. Most nyugodt állapotában van. Engem felmentettek. Ha nincs fontos kérdés. Kérem, engem felmentettek. A másodfokú bíróságra küldték át az ügyemet, és engem felmentettek. Azzal a feltétellel, hogy engem itt kezelni fognak. És a mester engem biztosította felől, hogy jól haladnak ezek a kezelések. A mester humanoidakat kínzott és kísérletezett rajtuk a beleegyezésük nélkül. Elég lesz. Szerintem figyelet fog kapni megint. Hogy micsoda? Mondom, hogy fejbe kell dobni egy slagtáblával. Akkor ne haragudj, tudod, vannak itt olyan kezeltek, akiknek másféle tétképzeteik vannak, úgyhogy szerintem jobb lesz, hogyha most béké hagyunk. De... jobb lesz. El kéne ítélet, rész lett benne. Menjenek innen. A nővér, kérem, vigye őket innen. Köszönjük a türelmedet, Akuma. Köszi. Oh, shit. Szóval miután becsukódik Akuma mögött az ajtó, vagy hát mögöttünk az ajtó. Ki mondta, hogy én kimegyek? Ott maradsz Akumával? Ott marad. Játszotok egyet, sakkoztok? Persze, a hő is benne van most, hogy mert általában a sakkot lenyugtatja. Akkor ahogyan kijöttök? Szóval ahogy becsukódik mögöttünk az ajtó, arra ránéz rá, hogy a múlton nem tudsz változtatni, és attól még a mester se lesz egy elítélt bűnöző, és Akuma se lesz egy elítélt bűnöző, hogy igazságot akarsz tenni, úgyhogy teljesen felesleges fölhúzni ezzel, meg felidegelni az ilyen mentálisan instabil embereket. De... főleg, hogyha válaszokra vársz. A mester még lehet elítélt bűnöző. Igen, de ezen Akuma nem fog tudni változtatni, úgyhogy azt hittem csak békés kérdéseket akartok feltenni nekik, vagy neki. Úgy indultunk neki. Bocsánat, elment a képem, de itt vagyok, hallak titeket. A többi az majd a bíróság dolga lesz, hogyha hallak a bíróság titeket. Elé cidáljuk őket, vagy hát cidáljátok. Hallunk, Peti. Nem, a cidálást is. Azt hittem, hogy megszakadtam. De előbb mindenképp el kell kapni a mestert. És ezen hogy segít, hogyha Akuma elé kiállsz úgy, hogy már pedig el kell kapni a mestert? Én csak azt mondom, hogy többet ért volna a beszélgetésben, hogyha kevésbé agresszívan közelíted meg, és kivételesen a Doki lehet, hogy jobban csinálta volna. De a Doki nem mondott semmit. És bocsánat, Shinaraja és Garou és Ground is ott vannak most, és ebbe becsatlakoznak ebbe a beszélgetésbe. Hát de nem voltunk ott, nem. De most, hogy kijöttek? Ott, de nem vártuk őket az ajtóba, szerintem. Nem az ajtóban vártátok őket? Hát csak hát Alex, nem. Most... Alex, valamelyik sorokba hány. Jó, oké. Oké, akkor bocsánat, akkor menjen tovább, és akkor utána még megkérdezlek titeket is. Aztán lassan lezárjuk a mai alkalmat. Tehát akkor doktor Arra és Rájla még veszekednek, Gusztáv meg bent van a Kumával. Én sem vagyok hívva annyira az erőszakos kérdéseknek, de azért most úgy kicsit jogosnak is éreztem, teszem hozzá, azért nem szóltam közbe. De én nem tudom, hogy nektek... Így a végére kicsit túl ment, tehát hogy azért a Kumának láttam jegyzeteit inkább, hogy azt mondjam.
nem igazán volt olyan kellemes olvasni mindent. Nem tudom, hogy milyen sérelmetek van a pumával, és az nem is érdekel engem. Az én feladatom az, hogy megvédjem a betegeket. És bizalmat szavaztam nektek azzal, hogy beengedtelek titeket, hogyha valakinek olyat mondtok, amitől elfogtam benne egy húr, és magára gyújtja a szanatóriumot, azért gondolom már egyikőtök se vállalna felelősséget. Én elvinném, de nem baj. Szerencsére nem ez lett a helyzet. Megnyugtattuk. Jó kis calm emotions. Tehát most szerencsére elkerültük a vészhelyzetet, még jó, hogy jöttem. Sikerült elkerülni a helyzetet, menjünk vissza a többiekhez. Ja, aztán... értem ti, ezért jártok párban, mert rájön mindenkit felidegel, a végén meg a doki elnyom egy calm emotions, és mindenki megnyugszik. Hát ez a másodlagos feladatom, hogy ja, a szüvegeket gyékésen tartom, amikor éppenséggel magamnál vagyok, ami most már jó lesz. És éppen nem a doki az, aki felidegel mindenkit. Igen, tehát hogy megvan a csapat dinamika. Ha én idegesítek mindenkit, és vagyok rossz állapotban, akkor ők húznak vissza, ha meg ők, akkor én húzom őket vissza. Milyen furcsa, a szanatóriumban is mindig ezt csináljuk. Csak a ezeket betegek... az embereket még se engedik ki. De azt hittem, hogy a betegekkel vagy nem. Egymással. És? Na, menjünk vissza a többiekhez, mielőtt halálra unják magunkat. Gusztáv! Szerintem sokoznak. Előbb nézzük meg, hogy Graun, Garó és Sinaraja mit csináltak. Igen, mert lassan már szerintem bementek a... Nem, nem alszanak. Ötleg, mi mit csináltunk? Várjál. Nem, itt vagyunk. Hát te nagyon beittál. Te nagyon beittál, Graun. Ezt tudom, csak tehát hogy... Nat egyet dobtál, annyira beittál. Így nyilvánulj meg. Mi úgy csináltatok? Én nem tudom, mi történt. Visszatértem. Beszélgetünk Ozreusszal, és a többiek elmentek kihallgatni Akumát, vagy hát kérdezgetni Akumát. Nélkülem, itt hagyta... a felébe. Hát sokan lettünk volna, mi is azért maradtunk. Te meg bebasztál, mint a görény, szóval... Itt maradtál velünk, meg elaludtál. De hát én fújózom vagyok. Újra egy kicsit még. De hát ülök. Vagy nem ülök? Ja, akkor leülök. Vedd elő a pallosodat, és próbáld meg egyenesen tapani. Fölfelére. Tessék! Le fogja várni a fejét. Úgy, és akkor így beverem a plafont véletlen vele. Oké. Okay. És itt jár a pallos, mint a... Motolla. Igen. Hát de ez egyenes, nem? Mindegyikkel visszateszem. Fújd meg a szondát, Graun, fújd meg a szondát. Az itt van. Mágikus szonda. Garó oda nyújtja. Csak nem tudod, miért hallotta egy cipzár húzást előtte. De? Mondom meg el. Én hagyom kibontakozni a fiúkat, és inkább gondolkozok azon, amit Ozreus mondott. De ne kamerázz, mármint... Kamerás, te ló. Nem. Azért megkérdezném. Megkérdeznék a Rosinaraját, hogy... Halk vagy? Hogy érzi... Nekem hogy jó. Érzi ezek után magát? Mik kiderültek azok után, hogy érzi magát? Hát furcsa. Úgy nem tudja, hogy hol a helye, úgy nem tudja. Most gondolkozik. Agyal. Majd meditál. Arrával. Jobb... meditáló partnert nem találtál? Most miért? Tök jó dumcsisztunk este. Összefutottunk a folyosón. A sötét van a hó. Én már féltékeny lennék. Igen, Sinaraja mert volna nemet mondani.
Oda, hogy nem kapott szívrohamozott, megjelent arra arcot a sötétbe, és... És egy ilyen gyertyával alulról. Szerintem nem is hallott utána sinaraja. Na jó, de... Sikert úgy eltévedned, hogy visszajutottál saját szobádhoz. Szerintem jobb is, hogy találkoztál vele a sötétbe. Az reggel volt. Este dumáltak csak. Este nem is tudom, csak sétálgatott a szemje. Szóval miért? Mit miért? Te úgy söntenéd ki a lelkedet. De szerintem van... Van a közelebbi ismerettségbe, aki jobban, valószínű jobban megért, és ugyanez, ugyanígy ki tudja fejezni az érzelmeit. Ez igaz. De a majdnem azt mondtam megint, hogy apó, de Ostreus. Annyira az apó van meg. Szóval Ostreus magatok igazából... Között, magatok között hívhatjátok végül is. Jó. Szóval az apó arrát mondta, ezért így... Belegondolkodtam tovább. Én is. Orvosi utasítás. És te hiszel egy vén szenilis öregnek? Miért kinek higgyék? Amint ki tud segíteni senki. Körbenéztél, hol vagyunk? Ő tud a legtöbbet erről. Garó szerint vannak jobb helyek, ahol ezt kutatják, vagy esetleg kutatták, mint egy biliház. Szerintem nincs. Mármint... Már a nevébe benne van, hogy... Billy? Hát... Az egyik ablakból hova... kinéz egy oroszlán fej, majd visszahúzza a fejét. He? Nem, mindegy. Ezt szerintem egy kicsit... Bocsánat, kalandmesterként szólok bele, hogy mindenki rosszul fogta fel, hogy ez egy ilyen... A szanatórium, ez egy ispotály, és nem feltétlenül... Tehát a Dili ház az így... Jó, oké, köszönöm. Szerintem ez csak Garó hozzáállása a dologhoz. Az jó, az de, mehet. Most nem azért, most... Gusztáv. Akkor az apó is, hogy milyen állapotban volt. Most velük kettejükkel találkozott leginkább. Most egy... Milyen következtetés vonjon le szegény Garó? Hát pont azt, hogy arával jár még a legjobban. Fair point, fair point. Igen. Mondjuk érthető, mert Sinraja nincs olyan állapotban, mint ők. De attól még... ide tartozik az ügye. De Garó mit mond akkor, ha nem ezt? Mi más ötlete van? Hova kéne mennie? Hallgatom. Elmegyünk egy híresebb orvoshoz. Természetgyógyászhoz a faluban. Mancika nénihez. A Julika nénihez. A bál után két hetet töltöttem azzal, hogy azután nyomozzak, hogy ki írt, vagy talált bármit ezzel kapcsolatban, és egyetlen egy könyvet találtam, amiben szó volt róla, és azon a vonalon jutottam el az apóhoz. És semmi más nincs. Semmi. Az ég egyet a világon. Semmi. Ezt nem tudom elhinni, hogy nincs más. Mindig van más út, más megoldás. De bízok az ítélőképességedben.
Még szép. Én vagyok a legértelmesebb a társaságban amúgy. De ezt nem mondja Sinaraja. Sinaraja nem mondaná ilyet. Ezt nem csak mondja, úgy, csak tudja. Csak úgy néz Garóra, hogy are you kidding me? Hogyha ez nem jön be, ezzel úgy tudok veszíteni semmit. Ha ez nem jön be, akkor ha már itt vagyunk, megnézzük, megnézem. Ha nem, akkor rád bízom, hogy kit találsz, mert én ide jutottam sehova máshova. Itt mi van akkor, hogyha az a múmia az életerődet próbálja elvenni? Arra? Én bíznék ebben a bajoszatiban. Most arra gondolsz? Nem tartom kizártnak. Kár, hogy nem tudom megosztani a karakterképemet. Ide konverjálhat. Peti, dob be, légy szín. De végül is nem tudjuk, lehet, hogy légy. Mi nem tudjuk. Akkor... Olyan ghost. Most mondta, hogy nem bíznál benne. Nem vigyelt az emlékeimben. Olyan szinten Fallout-os ghoul fejed van, hogy ez borzalmas. Így most már megérted a Garó? Hát a füleit konkrétan a fülbevalók tartják össze. Igen. A Sinarajának eszébe juthat, amikor tegnap este így kóricált a folyosókon, és így a sötétben egyszer csak így jaj, de ez csak arra. Először csak lánccsörgést hallott, azok voltak a fülei. Azt hitte egy ilyen láncos szellem. Megmutatom a karácsonynak a jövő szellemét. Oké, Nem tudom. Nem hiszem. Itt vagytok mindannyian, ha baj van, én bízok bennetek. Szóval én nem félek. Csak a helypara. De nem félek. Jól tudod, hogyha robbantani, vagy lőni kell valamit, abba számíthatsz, ha számíthatsz rám. De az ilyen bimbam csicsat dirdur dolgokba semmi hasznom nincs. Azért leszel te az, aki betöri az ajtót, és a többiek, aki intézkednek. De nem hinném, hogy... Végül is segített a mester ellen, szóval nem hinném, hogy a mester ellen, de... Én tök pozitív vagyok Arnával kapcsolatban. Híres utolsó mondatok! A megérzéseim... Mondjuk, hol az imposztor, akkor beszoptam! Ja igen, Peti küldte nekem ma, tudod, az üzenetet, hogy miért ki is hív a raját. Igen, nyeld el a bizalmát, aztán lopd el a fiatalságát. Szóval nyilván most már ezt így számításba kell venni out karakter, de in karakter, hát eddig tök jól elbarizott Arrával, szóval Sina raja az pozitív. És bízik a többiekben, szóval... De ha Garó talál valamit időközben, akkor szívesen megnézi. De akkor Garó keressen is. És Garó így eltűnt. És Garót nem láttuk többet. Akkor nézzük meg viszont még Gusztávot utolsó utáni pillanat. Meddig vagyunk ma? Már nem sokáig, ugye? Gusztáv, nyugodtan lehet a következő alkalom, mert már elmúlt 10 óra. Én kurvára ráérek. Jó. Én holnap dolgozom. Én. Oké, Gusztáv... Tényleg szegény Krisz. Tényleg szegény. Szegény Krisz. Akkor menjünk át utóbb beszélgetésben, nézzük meg, hogy akkor ki hogyan érezte baj. Magát ezzel az alkalommal.
és hogy kinek milyen szavazatai vannak. Gusztáv, akkor te szólaltál meg legkorábban. Hogyan érezted magadat a mai alkalommal? Az elképzeléseidnek megfelelő volt az alkalom, vagy mást vártál ettől? Hát igazából magamtól vártam volna egy kicsit többet, csak úgy érzem magam, mintha le lennék szerelve. Majd megpróbálok, nem tudom, kicsit többet aludni a alkalmak előtt, és akkor aktívabb leszek. Majd megszokod a koránkelés, még nem szoktad meg. Azt nehéz megszokni, nekem nem sikerült, majdnem két év alatt, szóval. Hajrá! Nekem 5 éve nem jön össze. Szóval igazából magamtól többet vártam, de tetszik, hogy haladunk. És van-e szóval valamilyen... Bocsánat, van-e valamilyen ötleted arra, hogy ki lehet az imposztor? Hú, magam el lehet szavazni? Szerintem nem. Akkor nem, magatokra akkor a választásom, hogy kidobjunk ki a zsilikapon, szerintem a Peti legyen. Itt szavazom ki a villából. Okay. Tényleg ez amúgy így lenne menő. Hogy mindig szavaznánk, hogy akkor ki volt a szasz, mondjuk két alkalmanként, és az az ember az a kövi alkalommal be lenne zárva valahova. Igen, vagy láncövelve mehetne csak mindenhova. Bezárnánk, mert hogy nem bízunk benne. Felőlem? De nem. Az a baj, hogy ez nem lehetne összehozni, mert oké, hogy most minden karakternek van egy olyan karakter, akiben nem bízik, de ahogy azt akkor bele kéne magyarázni a karakter, hogy sinolja be van zárva, miközben úgy kedveli mindenki a legjobb. Ja. Mindig ugyanaz lenne bezárva, ez a másik ötletem. Ahogy, ja, valószínűleg. Vagy Gusztávat, vagy adjuk itt zárnánk, de nekem az a tippem. Gusztáv, valami, amivel még tartozom, amivel még fejleszthetem az alkalmakat, vagy hogy mit... Igazából nekem tetszett a mai nap, meg úgy minden. Hú, de nyúzott hangom van. Szóval, hogy nekem igazából tetszett ez a nap, és tetszett ez a mai alkalom. Oké. Graun, neked milyen volt? Várjál, hogy ki a szavazatok, ki az imposztor? Anna. Yes. Nem tudom, hogy miért, ő van a bal felső. Igen, ő van a bal felső sajokban, és nagyon agresszív volt. Nagyon agresszív volt. Vagy ő, vagy a szőnyeg, ez a kettő. De a szőnyeg aranyos volt. Most magad ellenszavaz. Graun, te hogyan érezted magadat a mai alkalommal? Kevés szerep jutott most neked. Nekem tetszett. Picit most szerettem vagyok amúgy. Nem tudom, hogy látszódott-e. De volt tetszett, jó volt amúgy. Én a doktort mondanám egyébként, nekem elsőnek gyanúsnak így a impostor szerepnek, mert részben azért, mert ugye mindenki aludt, amíg a doktor elvileg fent volt. Lehet, hogy ő le volt valami, akkor nem tudom. Hát nem tudom, valahogy ilyen szíve megérzés, ne tudja. De nem jelölöm meg az A választ, majd még kiderül. Hát de akkor leadsz rá szavazatot, vagy nem adsz rá? Remélem, KS-be szavazás lesz. Megadod, vagy nem adod? A este végén fixen lesz szavazva valakire, vagy így... Szavazunk valakire, kire szavazol? Igen, szavazunk, és... Legyen a doktor! Legyen a doktor! Szavazunk, és annak a feladatája végén meghal. Zsír király. Nagyon jó, készüljetek a következő karakterekkel. Akkor Garó, mondjad, hogy hogyan érezted magadat ma, miben tudnék fejlődni, mi az, amit máshogy csináljunk.
És ki a te jelölted? Elnézést. Bocsánat, csak randalírozásom. Nekem tetszett. Ugye én most... Garó annyira nem tudott így a... az apóhoz úgy hozzászólni. Mert hát... na most a Madnesshez annyi köze nincsen. Kimondottan Garóhoz, meg Garónak. Meg... múltkor ő már kikérdezgette Asmodeust. Erről. Fejlődni most? Nem tudom, hogy... nem tudok most úgy mondani semmit, majd hogyha esetleg valami megérett, akkor tudok mondani. De szerintem nincs úgy semmi probléma. Hát az a baj, hogy nekem kettő jelöltem van, az a baj. Hogy van egyszer Gusti, mert hogy túlságosan nyugodt volt. Azért, mert én nem kávés energiát adlak ezt a napot. Nem, csak sima energiát kapott Garó. A másik meg... Sinaraja. Mert ő volt egyedül teljesen. Éjszaka. Egy full idegen helyen. De ez nem igaz, mert Raira is egyedül aludt, és arra is egyedül aludt. És az apó is egyedül aludt, bár köztünk van a izén, szóval... na. Talán csak Shinaraja aludt egyedül, ne erre alapoz. Shinaraja vagy Ryla, akkor. Nekem van tanúm. Én beszéltem a vőlegényemmel. Na, de ennyi. Akkor ki lesz a végső jelölt? Nyugodtan megjelölheted Shinarayát, azt utána már elintézed Izával. Legyen Gusti. Legyen Gusti. Oké. Okay. Legyen Gusti. Legyen küldtem. Doktor, hogyan érezted magadat a mai alkalommal? Miben tudnék fejlődni? Mi az, ami... jó. Érdekes volt ez az alkalom. Itt ment minden. Jó volt, nagyon nem tudok most én se felhozni semmit fejlődést jelent. Szerintem most minden jó volt. Nem tudok mit. Nekem egyébként Raira karaktere volt gyanús, mert egyébként az ő karaktere kifejezetten a nyugalomra épült eddig. És most nem volt nyugodt. Most az egyszer nem. Szóval én ráteszem a voksomat. Egy ennyi az én részemre, látunk. Ja, ennyi? Oké, arra. Mesélj nekem. Milyen volt a mai alkalom, miben tudnék fejlődni? Ki a te? Ki szavazottad? Én is elvesztem a mait, nekem eléggé kaotikus volt. Nem volt kb. Olyan pillanat, amikor mindenki egyszerre van egy helyen. Mindig szétosztottunk, mindig... szóval nekem ez így elég kaotikus volt, de élveztem, hogy van nyugis pillanat, és nem kell úgymond folyamatosan figyelni és reflektálni. Ahogy nem tudom, szoktam, én próbáltam aktív lenni, mármint hogy próbáltam hozzászólni dolgokhoz, ahogy úgy éreztem, hogy Arának van mondani valója. Igazából nem tudom, amikor elkezdtük most az utóbeszélgetést, és emlékeztettél rá, hogy valaki ki kell szavazni, az volt az első gondolatom, hogy Jézusom, fingom sincs, mindenki, vagy hát senki se volt gyanús, mert hát ez nem olyan, mint a Among Us, hogy jaj, tudom, hogy mire kell figyelni, mert ki akar nyírni, de most honnan tudjam, hogy
hogy ugye mitől szúsz valaki. Aztán amikor elkezdték mondani az emberek, hogy kikire szavaz, akkor hirtelen mindenki gyanús lett. Hogy jó, hogy ezt lehet figyelni, hogy mindenki gyanús kávé. Bianca, elkérdeztem, magad, de nem szavazhatsz. De sajnálom. Amiket előttem elmondtak, nekem is Gusztáv vagy Rajla lenne gyanús, pont azért, mert hogy Rajla most kifejezetten agresszív volt, pedig a karaktere nem nagyon szokott ilyen lenni, Gusztáv meg halál nyugodt volt végig, és így nem tudom, lehet, hogy csak azért, mert visszakapta a fegyvereit, de mint aki megtalálta a helyét a világban, leül meditálni egy csésze teával. Nem tudom, kire szavazok. Majd mikor végigment a kör, akkor addigra kitalálom, jó? Dobj egyet. Jó, akkor... Nem, szeretnék egyet érteni magammal. Rendben. Rájlá, akkor milyen volt neked ez az alkalom, és miben tudnék többet nyújtani, mi az, amit ne csináljunk, és kire szavazol? Ki kapja a rózsát? Ha azt Nikrexnek kéne adni. A fehér. De... Igen. Nekem tökre tetszett az alkalom, most nagyon aktív voltam, mert végre nem vagyok fáradt. Tök jó. Nekem a Doki volt olyan gyanús, mert a Doki az sokkal jobban kiáll az érvei mellett, meg a véleménye mellett, most annyira kis lagymatag volt, és Doki az nem ilyen szokott lenni. Olyan, veled is egyetértek, meg veled is, meg így. Szerintem a Doki nem ilyen szokott lenni, az a jobban az asztalra csapós. Hogy ez így annyira jó, hogy ugye most mindenki valami szuszt keres a másikban, és csak egy szusz van, és már a három ember mondtuk, hogy nem így szokottam, és a Sinarajára is mondta, mert úgy, nem így szokottam játszani, gyanús vagy telekben, és mindent beállítottunk. Szóval nekem a Doki a gyanús. Gusztávot annyira nem ismerem, neki lehet, hogy jót tett tényleg az, hogy megkapta a fegyvereit, és akkor de nekem a Doki nagyon gyanús. Meg Grau nem bírja a piát. Ez mi? De dobtam! A kocka nem az én hibám volt. Igen. De szerintem a Doki már olyan annyira lagymatag volt, és ez nem olyan Dokis viselkedés. És akkor nekem részemről ennyi. Oké. Sinaraja, te maradtál, vagy hát nem utolsónak maradtál, de hogy hogyan érezted magadat, és milyen volt ez a mai alkalom? Utolsóként a szavazás az ilyen, baszki, mindenki mondott valamit, és így igaz az összes. egyébként én nagyon jól éreztem magam, nagyon éltem, jó kis beszélgetés volt megint. Jobban kellett volna figyelnem úgy a karakterekre magukra. Az abban, hogy annyira élveztem a többi részét, hogy nem figyeltem konkrétan a karaktereket, és elfelejtettem ezt az egész imposztorosdit. Teljesen. És így, shit. Nem baj, előbb beszélj arról, hogyha nem lett volna imposztorosdi, és akkor utána arról. Én nagyon éltem. Nekem nagyon tetszett. Úgy az egész, nem tudom, nekem az egész tetszett tényleg. Én éltem. Izgi volt, meg egy csomó info. A végén Garóval a beszélgetés tetszett, mert nem szoktak így nem egyet érteni amúgy ők. Az jó volt, azt tetszett, amúgy érdekes volt, érdekes érzés volt, mert eddig ilyen tök jól mozgott a két karakter, most meg így ebben most nagyon nem értettek egyet. Az imposztoros díra meg nekem Rájla és Guszti volt a leggyanúsabb. Rájla ugye, igen, amit a többiek is mondtak, hogy sokkal nagyobb haraggal
volt a karakter. Graun az granul, szokásosan Graun volt, bebaszott és volt. Szóval, ha ő az infoszor, akkor beszoptuk, mert ugyanolyan volt, mint eddig. Nagyon szor infoszor lesz. Meg lehet magad védeni, hogyha megjelölnek? Nem lehet magad megvédeni. Arra szerintem ugyanolyan volt, mint eddig. Ő is, én nem vettem rajta észre mást. A Doki szerintem, ő mostanság, nem tudom, valahogy... Nem tudom, ő normálisnak tűnt. Karó az, mondjuk az nem egyetértés, az furcsa volt. Szóval végül is... Nem tudom. Jaj. Nem tudom. Guszti meg ugye túlságosan nyugodt volt ahhoz képest. Mint szokott lenni, de ő visszakapta a fegyverét. A Rájla meg amúgy elég rosszat támadott, vagy hát látott. Szóval megértem, hogy idegesebb volt. Garó meg... nem tudom. Ah! Mindjárt várjál, még nézem az embereket és mindjárt mondok egy nevet. Rájlát mondom. Oké. És még Biancának kell mondania valakit, nem? Vagy mondtál? Nem, mert én nem tudom. Visszatérünk rá. Visszatértünk rá. Mert most csak így hangosan gondolkodva, jó, nem a világot kell megváltani, de tudod, hogy én amúgy is túlizgulom ezt. Hogy a Gustavhoz is be tudom magyarázni, hogy azért viselkedett másképp, mert a fegyvereit megkapta is. És Akumával is találkozott, az is egy pozitív élmény neki. A Ozreus se baszogott a fekete kézzel, meg ilyenekkel, amikre ugrani szokott. És reális, hogy volt egy ember, meg itt van végre Akuma, hát akkor ki akar belőle szedni valamit, mert a kurva anyját, meg minden. Szóval tök érthető. De Garót megcsinálhatok, mert például nem ismerem annyira, hogy feltűnjön, hogy itt Iza is mondta, hogy Garó nem értett vele egyet, és neki ez lehet, hogy feltűnik 2,5 év játék után, hogy Jézusom, most először nem értenek egyet nekem, meg így, ha? Ja, előfordul. Szóval... Nem, hogy nem értenek egyet, hogy egyet értenek, pont, hogy... Nem tudom. Egy perc kimehet. Na, dobjad ki. Az egérre fuss, hát Rájla. De tényleg, tehát nem tudom. Nem tudom. Nem tudod, jó. Sokan megyen el, hogy eljönnék ezzel. Ezt gondolom, hogy mi lennek itt mondom. Semmi gond, nem kellett így ez játék nyugi. Jó, csak te akarom, hogy azt érezd, hogy most rajt mondta négy ember, hogy te nem úgy játszottad ki a karakterrel, hogy szoktad. De mondom, én mindenkiről lehetem képzelni, hogy hitelesen játszottak ki, úgyhogy most csak mindenkivel csak a szárkát keressük. Ne, akit nem kell megvédenie magát, majd ez még kijátszódik a következő alkalmakban. Rájla, te vagy az imposztor? Mondhatom? Mondhatod. Nem. Nem Rájla az imposztor. Nagyon szar napja volt. Ajaj. Lehet amúgy akkor Graun csak be volt baszva és nem tudjuk. Szegény Rájla. Szegényként érzelmileg roncs lett. Hát most ez van. Kézzed, hogy imposztor vagy, és azzal kezded az imposztorságot, hogy úgy beugsz, hogy az egész karakternek annyiból áll, hogy a sajokban hány. De hogyha alkoholista alapból, akkor tök jó. De az imposztor... Hogy alkoholistaként bebaszol. Ja, értem. Látod, én kiemeltem, hogy túl könnyen baszod be. Mondjuk egy nat egy azért kellett hozzá, de... Na, hát azért igen. Jó, köszönöm szépen a mai alkalmat. Töltsétek a táblázatokat. Lesz ez még ennél izgalmasabb is. Remélem, nagyon. Aztán kiderül, hogy hova megyünk tovább legközelebb.
küldjetek jegyzeteket. Úgy megyünk, mint az a droida cucaca. Jó éjszakát, elbúcsúzunk a hallgatóktól, és akkor utána még, aki szeretne, az maradjon. Jó éjszakát, jó étvágyat! Jó étvágyat! Bye! Márvány falat kösz suttog a fájdalom, remény sugár félik át a fátyolon. A múlt árnyai kérnek számon, lidérc nyomás ez, nem mámor. Ozreusz! Ó, kínzó kábulat, kegyelmet nem ismer, sem álmokat, nem így akarok, ne így menjek, orvos voltam, nem pokol herceg. Asmodeus, cseng a gúnyos néve, újjak adta rám egy fekete kéz. Ozreus. A hamis Isten árnyékában rég elvesztem én magam. A halnom kell égjek parázson, de maradjon fenn a kutatásom. Ozreusz, Ozreusz. Ó, te még kábulat, könyörű rajtam, hagyd meg álmomat. Velem építette, de átvert csellel leszed át, és bezárt a mester. A szelekre már testem is rászokott, hogy tehette vonni, te átkozott. Ó, pusztulj kábulat, megvédem, nem engedem álmomat. Hol vagy önmagam, hol vagyok én, távozz őrület, hagyd meg elmém. Ha belenézek, a tükör is felismer, ismer. A gyógyító vagyok, Ozreusz, aki áll. Ó, nincs több kábulat, amíg ti véditek az álmomat, mindig gondozzátok az álmokat. Elkezdte binge-watcholni a tartalmainkat, és nagyon szeretjük őt. És így az a lényeg, hogy ő szerete minket. Hát, vagy csak kínozza magát. Szeret mi? Remélhetőleg, de majd megkérdezhetjük szombaton. Mindenkinek kell egy káros szenvedély. Szerintem ez a kettő nem ütheti ki egymást. Lehet, hogy szeret minket is, meg szeret szenvedni is tőlünk.